Köszönet a Vodafone támogatásáért. A Podcast Pioneers program lehetővé teszi, hogy a halottnak a coach egyre jobb minőségben jusson el hozzád. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! El kell mondjam, hogy én még soha nem voltam annyira büszke egy podcast epizódra, mint erre. És nem csak azért, mert a halottnak a coach megélte a 240. részt és az 5. születésnapját, hanem mert egy olyan fantasztikus élő felvétellel ünnepeltük meg együtt ezt a jubileumot, ami hatalmas élményt jelentett számomra. És ennek a podcastnek semmi értelme nem lenne nélkületek, kedves drága hallgatók, köszönöm, hogy vagytok, hogy szétvertétek a házat az adás nyilvános felvételén. Hadd idézzek gyorsan két visszajelzést a résztvevőktől. Az első, a vendégek történetei mélyen megérintettek, még napokkal a beszélgetés után is adott muníciót a gondolkodásra és az önreflexióra. Ott a helyszínen pedig úgy éreztem, hogy egyszerűen beszippant a légkör, és minden idegszállammal rátok hangolódtam. Egy másik hallgató azt írta, a szokásos előadásoktól eltérően itt sokkal nagyobb szabadsággal történtek az események, az esetleges bakikat tárt karokkal fogadta András, ahelyett, hogy egy steril, idézőjelbe vett tökéletes, de személytelen estét teremtett volna. Remélem, hogy meghallgatod most ezt az adást, és át fog jönni neked is az a fantasztikus atmoszféra, amit ott tapasztaltunk élőben. És kérlek, hogy a Spotify-on írjátok meg az adás alatt a véleményeteket a műsorról, és szavazzatok, hogy eljönnétek-e hasonló élő felvételekre Budapesten a jövőben, mert ebből szeretnék rendszert csinálni. Köszönöm szépen, és akkor most pedig kezdjünk. Lehet, hogy egy kis tapsal kell bátorítani a... Üdvözlünk mindenkit, ezt begyakoroltuk, pont így. Egész nap. Akkor én elmondom az emlék szövegének az első felét. Hogy is volt? Üdvözlök mindenkit. Felkészültetek a mai élő sóra? Igen. Nem halljuk. Oké, okay, akkor kezdünk. Ez itt a halottnak a coach, a Pán Andrással. Garantált világmegváltás kb. Másfél órában. Elfoglalom a helyem, ez nem annyira szexi, ilyen állványjal, mint hogyha kézbe fognám, viszont sokkal jobb lesz a hangfelvétel, mert ami itt most készül, az 2 hét múlva szerdán megy ki a podcast adásba. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagytok. Gondoltam, hogy sokan leszünk, de kicsit meglepődtem, hogy tényleg sokan vagyunk. Most fogjátok látni, hogy hogy néz ki nagyjából egy podcastnek a felvétele. Beláthatok a kulisszák mögé, és ugye az volt már a koncepció, hogy korábbi népszerű vendégeket hívok meg, amit meg is tettem, és majd velük át fogjuk beszélni, hogy mi történt velük az elmúlt években azóta, amióta szerepeltek a podcastben, de hogy előtte gondoltam, hogy egy kicsit untatlak titeket arról, hogy én hogyan éltem meg ezt az elmúlt 5 évet itt a halottnak a coach készítése kapcsán, vagy mellett. Utána van néhány hallgatói kérdés, ami jött direkt erre az adásra, úgyhogy azokat is tervezem így megválaszolni. Annál a szegmensnél, ennél a második szegmensnél örülök, hogyha itt is vannak majd kérdések. Jöttek podcasttel kapcsolatos kérdések, jöttek coaching, munkahely, szakmai kérdések. Most inkább az első kategóriába tartozókra szeretnék rámenni, jó? És akkor utána jönnek a vendégeink, és 3 vendégünk lesz a meghirdetett 4 helyet. Józsi barátom sajnos megbetegedett és nem tudott jönni, pedig Stockholmból jött volna ma reggel. Úgyhogy innen is üdvözlöm, és jobbulást kívánok neki. És akkor a negyedik utolsó szegmens lesz a legizgalmasabb, amikor random bárki szerepelhet a kedvenc podcastjében. Hogyha az nem a halottnak a coach a kedvenc podcastja, akkor nem. De ebben a podcastben bárki random szerepelhet. Jó, úgyhogy ez az adás tervezett. Aztán nyilván, mivel ez egy élő adás, bármi történhet, valószínűleg bármi fog is.
És akkor utána, amikor kész vagyunk az egésszel, akkor a végén, mielőtt kimentek a bárba, remélem még, hogyha van kedvetek, maradtok egy italra, vagy nem tudom, aki szeretne, és erre bátorítok sok embert, hogy aki szeretne, mielőtt kimentek a végén, ide lehet jönni, fölmondani azt, amit az előbb az Emily mondott, mert van egy olyan tervem, hogy a következő adásokban a hallgatók által lesz bemondva a főcím, és így bárki, aki mondjuk szégyellős volt följönni beszélgetni, de az is hallatathatja a hangját majd a podcastben, jó? Úgyhogy ezek a tervek mára. Hogy hangzik? Jó. Jó? Szuper. Tényleg nagyon örülök, hogy ennyien vagytok. Pont ma van 5 éve, hogy az első epizód megjelent, és nekem 5 évvel ezelőtt nagyon-nagyon másmilyen volt az életem, mint most. És lehet, hogy ez most ilyen nyálasan hangzik, vagy érzelgősen, de az, hogy ennyire megváltozott az életem az elmúlt 5 évben, és hogy ennyi jó dolog történt velem, az nagyon nagy részt köszönhető a Halottnak a Coach Podcastnek, meg nektek, a közönségnek, a közösségnek, ami nélkül az egésznek egyébként semmi értelme nem volna. 5 évvel ezelőtt úgy indult ez az egész, hogy én ott hagytam a multis karrieremet, volt lehetőségem kivenni egy fél év szabadságot, és igazából nem volt nagyon tervem a karrierem kapcsán, de nem tudom, ismeritek-e azt az ilyen tipikus coachos kérdés, hogy mit csinálnál akkor, hogyha a pénz nem számítan, ezt ugye azoknak szoktuk föltenni, akiknek mondjuk nincs elképzelése az ügyben, hogy mit kezdjenek magukkal munkaügybe, karrierügybe, és ez mindig szokott segíteni, hogy mit csinálnál, hogyha a pénz nem számítana. És akkor nekem ez pont egy ilyen időszak volt 5 évvel ezelőtt, és amit nagyon régóta szerettem volna, az a podcastelés. És ugye korábban azért nem kezdtem el, mert nem volt igazán olyan téma, amivel kapcsolatban úgy éreztem volna, hogy nagyon elhivatott vagyok, vagy hogy nagyon van mondani valóm, és szerintem már 5 évvel ezelőtt is volt rengeteg olyan podcast, ahol nincs mondani való, nem akartam plusz egy lenni. De ez a munkahelyi kiégés, meg ez a munkahelyi szenvedések, és ezt hogy lehet úgy csinálni a munkavilágát, hogy ez ne legyen egy mindennapos szenvedés, ez annyira húsba vágó volt, és annyira az akkori élethelyzetemhez passzolt, hogy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó téma lesz, és nem nagyon voltak előre terveim. Volt egy üres dokumentum, amit megnyitottam, nagyon-nagyon gyenge koncepció, és az első 3 vendég volt kitalálva, akik közül 2 itt is van, Szandi és Áron, tapsoljuk meg őket, a 2. és a 3. epizódból, ők régi barátaim, illetve a legelső vendégem, akivel tegnap jelent meg az 5 évvel később Mi van veled című podcast, körülbelül egy volt kolléganőm volt. És akkor körülbelül ennyi volt felírva egy ilyen egyoldalas Google dokumentumra, de úgy belevágtam, hogy akkor kezdjünk el podcastet csinálni. És akkor emlékszem, hogy anyukám férje, a Péter kérdezte, hogy de hát mi ezzel a terved? Vagy hogy mi lesz ebből az egészből? És így fogalmam nem volt. Tehát, hogy nyilván nem ezt tanítják az iskolába, hogy akkor gyerekek, kezdjetek-e valamit, amivel fogalmatok nincs, hogy mi lesz. Egyszerűen az volt, hogy mondani valam volt, szerettem volna régóta csinálni, és elkezdtem csinálni. És ahogy jöttek az újabb és újabb adások, egyre több hallgatói visszajelzést kaptam, ami iszonyatosan jó volt, mert elég sokat tudok beszélni, de sokkal jobb úgy beszélni, hogy nem csak úgy a fekete lyukba beszélek, hanem van oda-vissza. Tehát, hogy igazából ennek ez volna a lényeg, és ezért is nagyon örülök, hogy most ennyien itt vagytok. És ugye egyre több e-mailt kaptam, egyre több adás készült, és akkor ebből gyakorlatilag organikusan fejlődött ki az a tanácsadói vagy coaching karrier, amiből most már 4,5 éve főállásban élek. Úgyhogy ez nekem egy ilyen fantasztikus sztori. Nem tudom, hogy hát, ha valaki szereti a számokat, eddig 239 epizód jelent meg, ami azt jelenti, hogy az átlag hetente 1,08, és az átlagos hallgató szám az olyan 10 000 körül van havonta, ami lehet, hogy nem olyan sok mondjuk egy ilyen YouTube videóhoz képest, vagy YouTube-hoz képest, de a magyar podcast szénában ezek elég jó számoknak számítanak. Meg kell mondanom, hogy nekem szerencsém volt, mert én akkor kezdtem, amikor még nem volt ez az óriási nagy felfutása a magyar podcasteknek, ami ugye a Covid alatt következett be.
És akkor még, amikor én kezdtem, nagyon könnyű volt bekerülni mondjuk a top 10-be, vagy a top 5-be, mondjuk a mentális egészség kategóriába. Ma már ez abszolút nincsen így, hát ugye, ha már a Friderikusznak is van podcastja, akkor ugye, akkor itt ugye már egészen más léptékben beszélünk erről. És ugye 5 éve csinálom ezt, minden héten kijött egy adás. Nem gondolom, hogy ez nekem munka. És Dóri a feleségem volt, aki egyszer így, meg nem tudom, 2 éve kb. Csináltam, így rádöbbentett, hogy hát azért ez valamennyire munka, mert így hétvégén leültem, hogy akkor én most a podcasttel foglalkozom. És akkor kérdezte, hogy dolgozol? Mondom, nem, hát podcasttel foglalkozom. Szóval dolgozol? Nem, a podcast. Aha, szóval dolgozol. És akkor rájöttem, hogy végül is igen, de hogy talán ez mutatja azt, hogy mennyire lelkesedésből csinálom, és nem úgy veszem ezt, mint munkát. És nekem idén volt egy ilyen a podcaster identitás válságom, hogy akkor most ez most már a bizniszemnek a marketing csatornája, vagy ez még mindig az, amit én kezdtem 5 évvel ezelőtt, és amit én szeretnék csinálni. És hogy engem mindig is a Tilos Rádió inspirált így a 90-es évek elején, közepén, és én mindig úgy képzeltem el, hogy a podcastelés az a 2020-as éveknek a kalóz rádiója, tehát nekem ez a Tilos Rádió vonal az, ami közel áll a lelkemhez, és nagyon nem szeretnék abba a hibába esni, vagy legalábbis most így gondolkozom erről, hogy ez hiba lenne. Nagyon nem szeretném azt elkezdeni, hogy mint tartalomgyártó gondolok én a Halottnak a kócsra. Hogy azt gondolom, hogy akkor így elveszne belőle talán az, ami miatt remélem, hogy szeretitek. És tudom, hogy van sokkal profibb, nagyon sok magyar podcast már, de azt is tudnotok kell, hogy nagyon durva lett a verseny. És azok a ma népszerű podcastek, amiket szerintem nagyon sokan ismernek, sokkal többen, mint ezt, ők simán 500 000-1 millió forintot havonta ráköltenek csak az anyaggyártásra, és lehet, hogy még egyszer ugyanennyit a disztribúcióra. És lehet, hogy én ilyen romantikus idióta vagyok, de hogy én például tök büszke vagyok arra, hogy 5 év alatt gyakorlatilag nem nagyon költöttem pénzt erre, hanem ez egy ilyen szívemből beleadott munka volt, ameddig én elértem. Tehát, hogy egy Facebook hirdetést nem adtam föl, vagy semmi. Itt akarom megköszönni külön a Patreon támogatók, hogy itt vannak. Ugye van egy ilyen is, nyilván nem ebből leszünk milliómosok, de hogy azért vannak ilyen apróbb költségei a munkámon kívül ennek az egésznek. Úgyhogy tök jó, hogy egy páran egy havi kávé árával támogatnak, azt nagyon köszönöm, ezt lehet csinálni. És ami nekem nagyon jó élmény volt 5 év, amikor elkezdtem ezt a podcastelést, úgyhogy fogalmam nem volt a technikai részletekről, tehát Skype-on a telefonom fülhallgatójával fölvettem a Skype beszélgetést, ennyi volt a szofisztikált technika. És egyrészt nagyon meleg fogadtatásban részesültem, tehát hogy a magyar podcasterek nagyon-nagyon nagy szeretettel fogadtak engem be, és most itt ül valakinek, szeretném, hogy külön tapsot adjunk, aki nagyon sokat segített nekem az elején technikai dolgokban, ő nem más, mint Lehi, a híres Színfolt Caféból és a Irodai Összárokból. Tehát ő volt, aki kb. Megmutatta nekem, hogy hogy néz ki egy vágóprogram, meg tudja a legalapabb dolgokat, úgyhogy én nagyon hálás vagyok, a Lehit külön kiemelném. Úgyhogy nagyjából ez, amit így gondoltam, hogy elmesélek, remélem még nem aludtatok el. És akkor rá is megyek a hallgatói kérdésekre. Az első az Lacitól jött. Hogy vagy, András? Remélem jól. És akkor még volt egyébként ilyen szívecske is, meg olyan smiley, akit így agyon puszira a szívecske, vagy hogy hívják ezt. Hogy ez nekem nagyon jól esik, hogy tudom, hogy emberek így követik azt, hogy én mit csinálok, vagy hogy hogy vagyok, vagy miket mesélek. Ami egyrészt nekem nagyon furcsa, mert tudom, hogy vannak több százan, vagy lehet, hogy több ezeren, akik engem ismernek, vagy azt gondolják, hogy ismernek. Én viszont egyáltalán nem ismerem őket. Tehát ez egy nagyon ilyen féloldalas viszony. És tök jó, amikor válaszoltak mondjuk a hírlevelemre, vagy rám írtok, vagy van egy bármifajta interakció, mert akkor tényleg érzem azt, hogy itt van valami közösségformálás, vagy kapcsolódás másokhoz, ami nekem ezzel a fő célom.
Úgyhogy köszönöm, Laci, a kérdésed, jól vagyok, nagyon izgultam a mai miatt, és nagy változás fog beállni az életünkben, mert jövő nyáron tervezünk visszaköltözni Magyarországra, ami hát eléggé rock and roll, de bátrak vagyunk, és szeretjük a kihívásokat, úgyhogy most ez így eléggé leköti a gondolatomat, meg a családnak a gondolatait. És azért ez így érzelmileg is eléggé telerak. De így vagyok, nem panaszkodhatom. A másik kérdés Judittól jött, hogy mik a távolabbi terveid a podcasttel, vannak-e kitűzött célok, mi lesz 5 év múlva? Ugye ez ilyen jó kócsos kérdés, hol látod magad 5 év múlva? Hát ugye az elején én 3 adásra terveztem, most van 239, én azt remélem, hogy 5 év múlva ugyanígy lesz a podcast, ugyanígy fogom csinálni. Amit szeretnék, és nem tudom, hogy fog menni, de ha valaki ezt hallgatja, akkor nyugodtan írja rám, aki illetékesebben. Ha itthon leszünk, az engem nagyon-nagyon izgatna az a lehetőség, hogy bevinni ezt az adást a Tilos Rádióba. És akkor azt mondani, hogy akkor 2 hetente élőben van adás. Egyrészt ugye nekem a Tilos Rádió közel áll a szívemhez, másrészt az, hogy lehetne az adásba élőbe betelefonálni. Én azt gondolom, hogy ez egy tök jó dinamikát tudna adni a beszélgetéseknek, mert én nagyon szeretem azt, hogy 1,5 órában el tudunk mélyülni kettesben, de valahogy az úgy megfűszerezni, hogyha lennének hallgatói telefonok, ez az egyik. A másik, hogy ott már van egy sokkal nagyobb közösség, mint ez, még ennél is nagyobb, amiből lehet, hogy jönnének új hallgatók. És körülbelül ez az, amit gondolok, hogy ez lehet, hogy egy jó ötlet lenne. Meg amit még szeretnék, hogyha itthon leszünk, hogy többet foglalkoznak közösségépítése. Tehát nem csak feltétlenül mondjuk 5 évenként csinálni egy ilyet, hanem lehet, hogy mondjuk 5 hónaponként, vagy 2 havonta, nem tudom. Tehát, hogy legyen több olyan, amikor tudunk egymással találkozni. Mert nyáron ugye szoktuk csinálni ezt a podcast találkozót, amire mindig eljön mondjuk 20-25 ember, és tök jól el vagyunk a Várostigetben, de hogy akkor mindig azt láttam, hogy aki a podcastet szereti, az általában mindig jó fejember, és ezek a jó fejemberek oda jönnek, mint vadidegenek, és egy fél óra múlva meg már nagyon jókat beszélgetnek egymással. Juditot bólogat, ugye most voltál ott te is nyáron, úgyhogy ezt meg lehetne rendszeresebben csinálni, mert ez például engem nagyon izgat. És amit még nagyon szeretnék, hogy a magyar podcasterek közül nagyon sok olyan van, akit szuper jó fejnek tartok, és hogyha itthon leszünk, akkor szeretnék velük is valahogy, nem tudom, így közösen akár ötletelgetni, vagy egy kicsit jobban ezt a podcaster közösséget megélni. Úgyhogy ez volt a 2 kérdésre a válasz, amit kaptam írásban. Nem tudom, hogy esetleg itt most élőben van-e valami, amit még érdekesnek gondolnátok, hogyha elmesélnék. Erről írtam a hírlevélben, egyébként iratkozzatok fel a hírlevélre, hallottnakakocs.hu-n. Ez egy magánéleti dolog, és ezt nem fogom se itt adásba kifejteni, meg sem máshol, magánéleti okokból. Tehát, hogy itt szó nincs arról, hogy Magyarország sokkal jobb, mint Svédország, vagy ilyesmi. Tehát itt nem 2 országot hasonlítunk össze, hanem magánéleti okokból. Szia, Imi! Igen. Van-e a kiégéssel kapcsolatban eszenciális tanulság? Ez milyen jó ez a kérdés, ezt neked én szoktam kérdezni mindig a vendégekhez. Van egy ilyen, tehát néha tényleg azt gondolom, hogy ilyen idealista vagyok, de hogy ez részben válasz a kérdésedre, hogy van egy olyan utópia, ami a fejemben van, hogy ha minden ember olyan munkát végezne, amiben ő önmaga tud lenni, vagy jól érzi magát, hogy akkor egy 100-szor jobb világban élnénk. És hogy tudom, hogy vannak a gazdasági realitások, és tudom, hogy nagyon sokan kényszerből vannak ott egy munkahelyen, de hogy az eszencia vagy a tanulság az lenne, hogyha valahol nem érzitek jól magatokat,
nem biztos, hogy veletek van a baj. Tehát azért futassunk egy ilyen önvizsgálatot, de aztán utána lépjünk tovább, és nézzünk körül, mert mindig van jobb munkahely. Jó? Talán ez volna a válaszom. Nem tudom, ez mennyire volt kielégítő. Esetleg van még kérdés? Jó, hát akkor fölhívom az első vendégemet, Hédit a színpadra. Tapsoljuk meg, gyere Hédi! Szóval Hédi több adásban is szerepelt, először 2019. novemberében a 30. epizódban, aminek az volt a cím, hogy Work Life Top Manager nőként és ugye anyukaként. Aztán utána még egy külön adásban beszélgettünk a jó és a rossz, meg a női főnökökről, meg próbáltunk a Hédivel indítani egy ilyen külön rovatot. Mi is volt annak a címe? Ez a kérdezős. Kérdezős. Aztán majd meguntáltuk a kérdéseket, tehát hogy volt egy pár adás Hédivel, ahol ő top menedzserként, én meg az, amivel én foglalkozom, ezekből a szempontokból próbáltunk ilyen hallgatói kérdéseket megokosítani, ezzel is segítve a hallgatóknak, hogy hogyan boldoguljanak a munkájukon. És igazából, hogyha ebből még több kérdés jött volna, és nem untátok volna el, vagy nem tudom, hogy miért nem jött több kérdés, akkor én ezt egyébként... Mert biztos rosszul válaszolt. Ja, igen. Arra nem gondoltam. Nem volt jó a válasz. Szóval, hogy ezt egyébként itt tökre jól lenne csinálni. Aha. Nem tudom, kezeket föl, aki hallgatta a Hédis adást, vagy emlékszik erre? 100 évvel ezelőtt. Vagyunk egy páran. Készültem egy ilyen 2-3 bullet pontos összefoglalóval. Cégneveket nem mondunk, hogy mondunk? Mindegy. Elég egyértelmű. Magyar Állami Posta? Nem. Hú, nem ülnék nem, itt. Nem. Hogy akkor, amikor 2019. novemberében megjelent Hédivel ez az első beszélgetés, akkor ugye az volt, hogy te már túl voltál egy ilyen masszívabb időszakon a BlackRocknál, ugye? Ja, igen, az volt a igen. És akkor váltottál át az Ericssonhoz, és te ugye egy felső vezető vagy, úgy, mint a trolibusznál. Pont úgy. Mesélj kicsit erről, hogy... Ja, és a vicces az, hogy az elmúlt hónapokban, mert a Hédi, ő... Environment, Health and Safety-vel foglalkozik? Tehát az jó, tehát akkor magyarul ez azt jelenti, hogy tehát minden, ami a munkavédelem, tűzvédelem, egészségvédelem, környezetvédelem, tehát ezt mostanában nem is tudom, hogy hívják már inkább, nem is EHS-nek, hanem ez az SGS, social whatever, nem tudom. Szóval, hogy... Mozaik szó. Igen, de ez mostanában kezd azért egész divatos lenni. Úgyhogy igen, tehát én ezzel foglalkoztam gyakorlatilag a zéró ponttól. És most viszont, ami vicces, hogy most mivel foglalkozol? Hát most ennek csak egy szegmensével foglalkozom, ami a mentális egészség. A mentális egészség, de mondjuk azért ebbe beletartozik nyilván a fizikai egészség is, a szociális egészség. Tehát ez a négy alappillére, ami ugye a mentális egészségnek a sarkalatos kövei, illetve hát well-being, mondjuk így, azért ez egy kicsit tágabb fogalom ennél. Tehát, hogy gyakorlatilag én az elmúlt 5 évben egyébként ugyanott dolgoztam, ugyanazt csináltam, ez egy régiós pozíció volt az EHS-re. Volt egy jó nagy csapatom, egy közel 20 fős csapatom volt 20x országgal, és én ezt így élveztem is, ez teljesen jó volt nekem, igaz a végére már kicsit uncsi volt, de alapvetően nekem ez így nagyon feküdt, azért nem kellett meghalni benne, voltak azért hullámvölgyek, magaslatok, hol kevesebb, hol több munka, és aztán az élet úgy hozta, hogy volt egy szervezeti átalakulás a cégnél, és hát így sakkoztak velünk, mondjuk úgy, hogy sakkoztak, és kaptam egy másik pozíciót, ezt a pozíciót, amit mondtam, tehát maga a szkóp az redukálódott, viszont a 22 ország helyett lett 129, tehát hogy így a régió az jóval nagyobb lett, tehát Európa és Latin-Amerika tartozik hozzám, úgyhogy itt próbálom megfejteni velük a mentális egészség és well-being minden csínyát, bínyát. Egyébként ugye beszéltünk erről, hogy miről fogunk ma beszélni. Én föltettem ezt a kérdést, hogy oké, tök jó, én kijövök meg egyszer, ha készülnék valamire, az nagyon jó lenne, de nem szoktam. Hogy megnyomod a gombot, és... És nem. Beszél, igen. De tényleg, tehát már megfogadtam, hogy készülni fogok. Jó, de mondtam, hogy miről szeretnék veled beszélgetni, tehát én készültem kérdéseket, én készülős vagyok, tehát én minden podcast interjúba úgy megyek be,
hogy felkészültem a vendégből, és van egy csomó kérdésem. Az egyik, amire én kíváncsi vagyok, az az, hogy ugye két gyermeked van, az egyik még elég pici is ráadásul, közben tolod ezt az elég durva karriert az Ericssonnál. Jó, most nem kell szerénykedni. És hogy engem az érdekel, az egyik kérdés meglepő módon, hogy te a mentális egészségedre hogyan tudsz odafigyelni család mellett, meg egy ilyen magas pozíció mellett, és ugye beszélgetünk erről a felkészülős telefonba, hogy ma már azért másképpen tekintesz a munkádra, mint mondjuk 4-5 évvel ezelőtt, amikor ez a kiégés ugye téged utolért, mert hogy akkor egész más volt a hozzáállásod, és hogy miben más a hozzáállásod, mi az, ami miatt, hogyan látod másképp a munka szerepét az életedben? Igen, azért alapvetően nem vagyok egy szorongós típus, tehát így amikor, nem tudom, 25 évesen elkezdtem dolgozni, akkor én az IBM-nél kezdtem a karrieremet, és talán egy fél évet toltam úgy le, hogy teljes stresszben, és úristen, mi lesz? És egyszer csak azon kaptam magam, hogy a WC-ben sírok valami baromság miatt, és akkor így eldöntöttem, hogy na jó, akkor ez volt az első és az utolsó, hogy én sírtam munka miatt, és gyakorlatilag 25 és fél éves korom óta a munka az nekem soha nem szerepelt az első helyen az életemben. Tehát ez a nagy siker titka a karrierben, jó? De tényleg, és nem tudom, hogy a csillagzat állt úgy, vagy áll úgy, vagy azért, mert tényleg, már bocsánat, hogy ezt nagy ívbe teszek rá, de hogy tényleg tök szerencsés voltam mindig, mert jobbnál jobb munkáim voltak, jobbnál jobb cégeknél, és akkor eljött 8-9 év után ez a bizonyos cég, a BlackRock, ami, ja most kimondtam, nem baj, kimondtam korábban. Borzalmas volt. De kisipoljuk. Igen, de nem csak nekem, kb. Mindenkinek, aki ott dolgozott, úgyhogy, és akkor ott végtelenül kiégettek, de egy bő fél év alatt. Ott sem túl sok figyelmet szenteltem a dolgoknak, de hát tehát amellett nem lehetett elmenni, hogy mennyire unprofessional volt ott ez az egész működés, és minden, na mindegy, ott nagyon-nagyon azt mondtam, hogy itt a vég. Tehát, hogy én ezt befejeztem, és én nekem nem lesz több múlt is karrierem, elég volt ebből 15 év, letudtam. És akkor jelentkeztek az Ericssontól, hogy akkor gratulálunk, és akkor megkapta a pozíciót. Hát ez nagyon remek, akkor eldöntöttem, hogy oké, ezt még elfogadom. Pedig nem is jelentkeztél, mi? De azért jelentkeztem, oda azért jelentkeztem. És akkor mondtam, hogy oké, ezt elfogadom, de ez lesz az utolsó múlt is munkám. Tehát ezt akkor én kijelentettem, hát most még jelenleg itt tartunk, hogy itt dolgozom. Tehát itt promóznám a másik podcastomat, hogy bezzeg a svédek, ugye az Ericsson, hogy ott azért más a kultúra, nagyon, mint mondjuk egy amerikai nagyon, cégnél. Nagyon. Hogy látod a különbséget? Hát teljesen más. Tehát az amerikai, ezt elmondtam abban a két adásban is, hogy olyan daráló, hogy az ember azt fel nem bírja dolgozni, még akkor is, hogyha olyan a hozzáállása, mint az enyém. Viszont itt az Ericssonnál nekem ez egy ilyen teljes sokk és döbbenet volt, hogy mennyire normálisak az emberek. Tehát kedvesek, nyitottak, segítőkészek, hozzáteszem, ez tényleg csak így zárójelbe, mert egyébként a magyar kollégáim is úgy kedvelem őket, de én nem nagyon dolgozom magyarokkal, tehát sőt... Azt segíteni tovább. Igen, sőt a 98%-a a kollégáimnak nem magyar, és valahogy picit úgy is érzem, hogy nem is Magyarországon dolgozom ezáltal, tehát hogy így nagyon... nagyon nyugat-európai a mentalitás. Meg hát ez az Ericsson, vagy a, bocsánat, a skandináv kultúra azért az teljesen más helyet foglal el, mint a német, vagy az amerikai multicégeknek a módszertana. Úgyhogy óriási különbség van, itt tényleg érdekli a, mondjuk a főnökömet, hogy mi van velem, hogyha bármilyen problémám van, akkor azt meghallgatja. Egyébként meg rám bízza a munkát. Tehát, hogy tényleg zongorázni lehet a különbséget. Egyébként pont a férjemnek mutattam múlt héten. Volt egy kis egészségügyi problémám, és a főnököm írt előző nap, mikor kórházba mentem, írt egy e-mailt, hogy nagyon drukkol, és hogy kitartás, és hogy mellettünk van, és várunk vissza a munkába. És megmutattam a férjemnek, és így mondta, hogy hát, van még hova fejlődni náluk a vezetőknek. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy ez így nagyon, nagyon rendben van, és ráfűzve egyébként arra, hogy a gyerekek, és hogy mit látok most máshogy, mint akár 4 évvel ezelőtt, amikor ez a podcast felvételre került. Hát ugye akkor született meg a lányom,
van egy fiam, aki itt is van, 11. Meg Dávid volt, szóval. Ott a Dávid. Dávid 11 éves, tehát ő már viszonylag nagy fiú, viszont a kislányom az pont azon a napon született, vagy talán egy nappal korábban, mint mikor kijött a podcast adás. Tehát így szoktuk ezeket időzíteni. Így időzítettük, igen, mert egyébként augusztusban vettük fel, vagy valahogy így. De aki ma följön majd a végén, ne ijedjen meg, hogy két hét múlva, amikor kijön a podcast, szülni fog. Nem kell kérdeni. És szóval a kislányom, ő 4 éves most, kicsi, tehát hogy azért ő még kicsi, és így gondolkodtam rajta, hogy majd amikor megkérdezem, mi történt az elmúlt 4 évben, hát tulajdonképpen semmi, csak volt egy, született egy lányom, volt egy pandémia, tehát lezárták a fél az egész világot, utána visszamentem dolgozni, de tulajdonképpen ezek ilyen tök átlagos dolgok, leszámítva a pandémiát. De hogy alapvetően, ami nagyon megváltoztatta az életünket, nyilván a egy gyerekből két gyerek az azért egy erős váltás volt, és 11 hónapos volt a lányom, amikor visszamentem dolgozni. Tehát, hogy ő azért elég pici volt, még nyilván ezt segítséggel tudtam megoldani, máshogy nem. Igen? Csak ez sokszor fel szokott jönni, hogy nagyon sok nőnek, főleg Magyarországon bűntudata van, hogyha nem 3 év múlva akar visszamenni szülni, hanem mondjuk érdekli őt a munkája, vagy dolgozni. Ez a szülés beakadt nekem azért. Most lehet, hogy én is két hét múlva szülni fogok. Tehát, hogy nagyon sok nőnek, főleg Magyarországon látom, hogy bűntudata van amiatt, hogy szülés után nem várja ki a 3 évet, ami egyébként egy ilyen szocializmusból ránk maradt furcsaság, hanem mondjuk, nem tudom, egy éven belül már igénye van arra, hogy felnőtt emberekkel értelmes dolgokat beszéljen meg. Hogy te kaptál erre visszajelzéseket, vagy te neked volt erre bármi? Nem. Nem, mert a munkahelyemen az is természetes volt, hogy terhes vagyok és elmegyek szülni, és senki nem kérdezgette, hogy mikor megyek, mikor jövök, tehát semmi ilyesmi nem volt. Ezt egy ilyen állapotnak tekintették, majd jövök, és majd szólok. És amikor pedig visszajöttem, akkor meg, tehát a munkahelyemen úgy ment tovább minden, mint hogyha semmi nem történt volna. Tehát, hogy ez így föl sem tűnt. Hát most mire gondolsz, család, vagy környezet, igen, barátok? Igen, a környezetben volt egy nyomás rajtad, éreztél-e bármilyen? Nem volt szerintem. Biztos, hogy nem volt. És az, aki mondjuk esetleg ilyet tapasztal neki, te mit tanácsolnál? Mit? Hogyha nyomás van? Hát igen, hogy ne foglalkozzon vele, hát könyörgöm. Ez az ő élete. Ez mindenkinek a saját élete, mindenki ő maga tudja, hogy mi zajlik vele. Tehát, hogyha valakinek az a jó, hogy visszamegy fél év után, akkor visszamegy, ha 3 év után, akkor 3 év után. Hát ez csak az ember tudja megmondani, aki benne van. Hát ennyi. Arról még egy picit tudsz mesélni, hogy amiről ugye a felkészülésnél egy pár szót váltottunk, hogy hogyan... Mi van, lányok? Mi a vicc tárgya? Mi esett? Az élő adás varázsa. De ez még mindig, mint hogyha ilyen papírgalacsinokat köpködnétek a hajunkba, mint én csináltam az iskolában tanárral, úgyhogy ez még oké. Hogy a munka szerepe, hogy hogyan tekintesz most a munkára, hogy mennyire... Tehát, hogy ugye egyrészt egy magas beosztásban felelősségteljes munkát végzel, és ugyanakkor meg el tudtál érni egy olyan gondolkodásmódot, ki tudtál alakítani, amiben nem feltétlenül stresszelt halálra magad ettől, hogy ennek a titkát szerintem biztos a hallgatók is szeretnék tudni. Van egy ilyen alapattitűd nyilván, amivel élek, vagy amivel indultam, de a másik dolog, ami nagyon fontos egyébként az én életemben, itt az elmúlt 1,5-2 évben, elég sok, hát azóta betöltöttem a 40-et, és elég sok egészségügyi problémám lett, ami vicces vagy nem vicces, de hogy ezek különböző jellegűek voltak, viszont mindegyik úgy indult, hogy akár elég súlyos dolog is lehetett volna, tehát felültetett arra a hullámvasútra, hogy mi van, ha. Aztán utána ledobott, hál' Istennek, mert nem az lett, ami lehetett volna, de hogy ez jaj, Jézusom, másfél éven keresztül, minimum, de inkább 2 éven keresztül zajlott az én életemben, és hát igen, amikor az ember egy koponyaemerinek az eredményére vár, hogy most éppen agydaganata van, vagy szklerózisa van, vagy éppen amikor azt mondják neki, hogy akkor meg kell operálni valami más, mert tehát, hogy ilyenkor azért a prioritások nagyon máshová tevődnek az ember életébe, és hál' Istennek a Jóisten meg az élet megadta azt
azt a, én most már lehetőségnek, vagy hogy is mondjam ezt, igen, tehát hogy lehetőségnek tartottam ezt az egész helyzetet, hogy bár rossz volt megélni, hogy most erre várok, arra várok, ez van, az van, nem tudják, mi bajom van, de közben meg annyira jó, hogy kicsit meglegyintett a szele azoknak a negatív dolgoknak, amik lehettek volna, de nem lettek, hogy kicsit olyan, mintha megéltem volna. És emiatt az, hogy mi a fontos, és mi nem fontos az életben, ezt ilyenkor teljesen máshogy értékeli az ember, mint hogyha megkérdez az ember valakit, egy rákos beteget, vagy egy halálos betegséggel küzdő embert, vagy akár csak egy súlyos krónikus betegséggel élő valakit, hogy vajon a munka milyen szerepet tölt be az ő életében. Hát ezért lenne egy-két tippem, hogy mit válaszol erre. És igazából ezt mondtam az Andrisnak, hogy nekem három dolog fontos az életemben. Az első az nyilván a családom, tehát a saját, a származási családom, illetve a mostani családom. Szerintem ez a legfontosabb dolog. A második, vagy hát egy hasonló helyen van az egészség. Tehát, hogyha egészség nincs, semmi nincsen. Illetve a harmadik, az pedig a szociális kapcsolataim, tehát a barátok, távolabbi rokonok, tehát akikkel tartom a kapcsolatot. Szóval ez a három. És ebben nincs benne a munka. Mert hogy a munka az bármikor jöhet, mehet, és én őszintén megmondom, hogy engem pont nem érdekel, hogy most ezt csinálom, amit most csinálok, hogyha holnap azt mondaná valaki, hogy ez nincs, akkor oké, akkor majd lesz másik munkám, ha kell, beülök a Lidlbe a pénztárba, abból is lehet pénzt szerezni, vagy keresek, vagy jelentkezek álláshirdetésekre, tehát tök mindegy, mert hogy annyira nem releváns, tehát az én identitásomnak nem része a munka. Mert hogy nagyon sok ember azért szorong azon, hogy mit dolgozik, hogy dolgozik, úristen a főnök mit mond, úristen most mi lesz, mert mi lesz, megállnak a villamosok, meg valaki meg fog halni, hogyha az audit úgy sikerül, vagy ha nem adok le időbe valamit, hát mi az úristen, semmi nem lesz. Tehát ez tényleg nem az intenzív osztály, hogy topon kell lenni, hogy valaki ott meghal, vagy nem hal meg. De kicsit így túlértékelik az emberek a szerepüket mondjuk egy nagy cégnél, mert ugyanolyan, tehát ez porszemek vagyunk egy gépezetben, pont ugyanúgy helyettesíthető XY-nal 2 másodperc alatt egyrészt. Másrészt pedig ez az identitás dolog nagyon fontos, mert valaki attól érzi magát valakinek, hogy ő valami olyat csinál, amit ő fontosnak vél. Lehet, hogy fontos is, amit csinál, de ő végtelenül fontosnak véli, és hogyha ez a munka megszűnik, akkor nem csak a pénzkereseti forrása szűnik meg, hanem ő a saját személyiségének egy részét veszíti el. Vagy az egész identitását. Vagy az egész. Van egy régi barátom, akinek az apukája, nem tudom, hogy lehet-e mondani, szegény már nem él, mindegy nagyon nagy régi vállalatnak volt a vezérigazgatója, és marha jól ment neki, marha jól keresett, ő valaki volt, ugye, és akkor átmentette a céget a újkorba, tehát tényleg jó vagyonosan ment el nyugdíjba. Semmi baj nem volt, amikor elment nyugdíjba, egy éven belül meghalt. Mert hogy ő neki megszűnt az, amiért ő létezett. És ugye ez mondjuk így nem tette annyira boldogá például a gyerekét, vagy az özvegyét, vagy szóval, hogy szerintem ez nagyon fontos, amiket a Hédi mond, és tényleg látom azt a klienseimmel is, akikkel egyéni coachingon dolgozok, kiégés miatt jönnek, hogy eszméletlenül túl tudjuk dimenzionálni azt, hogy a munkának mekkora szerepe van az életünkben, miközben valószínűleg, hát tényleg az a legkevésbé fontos. És hogy szoktam azt mondani, lehet, hogy már podcastben is hallottátok tőlem, hogy mégis szerintem azért fókuszálunk ennyit a munkára, mert baromi nehéz kiigazodni az életben. És hogyha belegondoltok, hogy hány fontos terület van az életünkben, a család, amit mondott a Hédi, a baráti kapcsolataink, az egészségünk, a közösség, amiben benne vagyunk, nem tudom, a környezet, hogy milyen bolygón élünk, és akkor ezekhez képest ugye a munkának a jelentősége könnyű belátni, szerintem, hogy nem túl nagy. Viszont a munkavilága az egyetlen ezek közül, a területek közül, ahol nagyon egyértelmű szabályok vannak. Van egy munkaköri leírás, meg van mondva, hogy hogyan tudsz előléptetést kapni, hogyan fogsz fizetésemelést kapni, tudod, hogy mikor fogják megsimízni a buksidat, mikor fognak lecseszni, és ugye emiatt, hogy ez a nagyon... hogy is mondjam, jól körülrajzolt keretrendszer segít nekünk eligazodni a munkavilágában, ami egyébként baromira hiányzik abból, hogy én mitől vagyok jó apa, mitől vagyok jó férj, mitől vagyok jó barát, ugye, ott nincsen job description, ott nem tudom, hogy mikor kapok előléptetést, és hogy emiatt nagyon nehéz kiigazodni az életben, sokan
bemenekülnek a munkába, mert ott legalább egyértelmű, hogy mik a keretek. De hogy azt azért, ahogy a Héd is mondja, és nem egy demotivált lúzert hallgatok, hanem egy tök sikeres felsővezetőt, de hogy a Héd is mondja, hogy bármelyik perc alakulhat úgy, hogy van egy átszervezés, átviszik Indiába, nem tudom, mit csinálnak, és akkor utána azt mondják neked, hogy köszi, hello, szevasz, 20 év után is nyugodtan. És akkor mi van a feleségemmel, mi van a gyerekemmel, mi van a barátaimmal, mi van a közösségemmel, ugye? Abszolút. Szóval, hogy én nem is értem, van egy ismerősöm, és róla hallottam azt így az elmúlt hetekben, hogy idegösszeroppanással kórházba került, és a munka miatt, és gyógyszeres kezelés alatt áll. Hát, hogy azt így hogy lehet? Tehát, hogy értem, hogy mindenki más, de egyszerűen számomra felfoghatatlan az, hogy valaki hogy tud idáig eljutni egy munka miatt. Mert megértek mindent, meg megértem, hogyha a családjával, vagy szeretteivel, vagy bármilyen probléma van, oké, persze, vagy akár saját magával, de hogy a munka miatt. Tehát egészen elképesztő ez számomra. És persze elfogadom, mert tudom, hogy létező dolog, csak szóval, hogy aki ilyennel küzd, és hogyha meggyógyul, akkor nagyon érdemes szerintem egy ilyen prioritási, nem is tudom, feladatot adni neki, hogy igen, az, hogy ez miért annyira fontos neki. Tehát hogy borgulhat ki valaki annyira, hogy gyógyszerezzék, mert mondjuk a, nem tudom én, a főnöke úgy szólt hozzá, vagy de nyilván ezt nem ítéljük el, meg amit még ehhez hozzá akarok tenni. Nem, csak nem értem. Hogy ugye amikor kiégésről beszélünk, akkor is ugye a WHO-nak a meghatározása szerint ez hosszan fennálló, krónikus, kezeletlen stressz, munkahelyi stressz következménye, és itt a munkahelyi, ami ki van emelve a WHO megfogalmazásban is, de hogy azért én még nem láttam olyan kiégett embert, akinek minden rendben volt az élete minden területén, és csak a munkahelye volt stresszes. Tehát azért általában szokott ott lenni valami egyéb dolog is, lehet, hogy nála a munkahely bukott ki, vagy az volt túl nagy hangsúlyban, de azért általában ott szokott lenni más is. Jó, figyelj, köszönjük ezt meg, maradj itt velünk, de hívjuk fel Anikót, aki már szegény, olyan régóta áll ott. Tapsoljuk meg Anikót! Anikó a 75. epizódnak volt a vendége, nem tudom, kezeket föl, aki hallgatta. Az volt a cím, hogy 5 napos késéssel érkeztem meg a saját nyaralásomra. Nem tudom, ezt ki hallotta. Egyébként annyit kell tudnotok még Anikóról, sok minden van, amit lehetne tudni róla, csak hogy az első, amit így gondoltam, megosztok, hogy amikor pár évvel ezelőtt voltunk egy ilyen podcast találkozón, akkor Anikó és Hédi iszonyatosan gyorsan egymásra hangolódtak, tehát hogy azért Anikó, te is egy karrieredet fontosnak tartó ember vagy, igaz? Abszolút. Szintén én azért még így elhallgattalak volna titeket. Hát most folytatjuk veled a beszélgetést. Abszolút, mert nagyon-nagyon jó volt hallgatni, és én amikor mielőtt a Hédivel először találkoztam, meghallgattam az adást, és arra gondoltam, hogy úristen, én egy ilyen főnököt szeretnék. Tényleg ez volt. Tényleg. Hogy valahogy így kéne gondolkodni egyébként a vezetésről, meg a munkáról, úgyhogy nekem nagyon inspiráló volt. Köszönöm. És ugye most itt vagytok mind a ketten, csak hogy ti, akik sikeresek vagytok a munkátokban, meg tudjátok erősíteni azt az állításomat, hipotézisemet, hogy attól még, hogy mondjuk nem görcsölöd halálra magad a munkahelyed miatt, attól még igenis tudtok magas szinten teljesítményt leadni. Sőt. Igen, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy bár minden szavaddal, meg szavatokkal egyetértettem, és magam is gyakorlom, és így gondolkodom a munkáról, de valahogy mégsem tudom azért ezt teljes egészében magamra érvényesnek tartani azt, amiről beszéltetek, azzal együtt, hogy minden helyes, és mindennel egyetértek, és én is elkövettem hibákat, mert az én két kiégésem hátterében mind a kétszer saját magam álltam, tehát hogy nem valaki égetett ki engem, hanem én saját magamat égettem ki. És én nagyon megpróbáltam ezt a helyzetet úgy értelmezni, hogy helyére tegyem azt, hogy a munka és a magánéletben hol van az egészséges egyensúly.
És nekem nem sikerült ezzel a megközelítéssel közel jutnom ahhoz, hogy én miért égettem ki kétszer is magamat, mert nekem a munka az soha nem jelentette azt, hogy szeretnék előléptetést, hogy szeretnék több pénzt keresni, hogy szeretnék előrébb jutni, hogy szeretnék minél nagyobb pozícióban, minél nagyobb céghez kerülni. Engem mindig az érdekelt, hogy olyan ügyek mellett köteleződjek el, ahol úgy érzem, hogy valamilyen szinten előre lehet vinni a dolgokat. Lehet segíteni az embereken, lehet elérni egy problémának a megváltoztatását, lehet hatást gyakorolni a környezetünkre, és nekem sosem a munka volt az, amit effektív néztem, hanem az ügyet. És ez a mai napig egyébként így van, és most, hogy ezért nekem egy elég hosszú és nehéz út van mögöttem, ami egy rendkívül sok tanulságokat jelentő út volt, és én azt gondolom, hogy a legnagyobb küzdelmem az elmúlt 3 évben arról szólt, hogy hogyan ne következzen be még egyszer az, hogy én kiégetem saját magam. És nekem leginkább azt kellett megértenem, hogy hogyan tudom az életemen belül ezt nem külön választva kezelni, és azt mondani, hogy munka és a magánélet, és akkor nem tudom, hanem hogy egy olyan egységet, egy olyan integritást képezni az életemben, ahol meg tudom élni azt, hogy olyan dolgokért dolgozom, ami nekem fontos, és mindezt úgy teszem meg, hogy saját magamra is odafigyelek, és a környezetemre is, a családomra is odafigyelek, és mindezt saját magamban tudom egy egyensúlyi állapotként kezelni, nem pedig a két szerepem között egy egyensúlyt megtalálni. Ugye ez a work-life balance, amit itt szépen magyarul munkai magánélet egyensúlynak hívunk, hogy ez az, ami témát ide behoztál, és azt szerintem sokunkat foglalkoztat, hogy a hallgatók közül szerintem sokan ezzel talán bajlódnak. Az utóbbi időben egyre inkább kezdek erről úgy gondolkozni, és kíváncsi, hogy ti mit mondtok erről, és először te, Anikó, hogy ugye amiről te beszélsz, az nem feltétlenül egy egyensúly, hanem az inkább egy harmónia féleség, mert ugye amikor egyensúlyról beszélünk, akkor szerintem abban benne van az, hogy van az életem, ami szipi-szupi, van a munkám, ami egy rohadás, fantasztán. És akkor ezt a kettőt hogyan tudom kiegyenlíteni. És nem tudom, most sokan szerintem a Covid alatt belecsúsztak ebbe, hogy otthonról kell dolgozni, közben ott a gyerek, homeschooling, nem tudom micsoda. Átalakult ez a 1-0-1-0, most munkában vagyok, most nem a munkában vagyok. Sokkal jobban rá vagyunk szerintem erre kényszerítve, hogy megértsük azt, hogy hogyan tudjuk ezt a két dolgot harmóniában megélni az életünkben, vagy nem tudom, te ebben mire jutottál? Ja, abszolút. Valószínűleg jobb kifejezés erre a harmónia, hogy hogyan tudok harmóniában élni. Én szerintem nagyon fontos az tényleg, hogy ne ez legyen, hogy van az életem, ami jó, és akkor van a munkám, ami meg nem jó, és akkor minél kevesebbet törekedjek a munkámra, és minél többet az életemre, hanem sokkal fontosabb ennek a harmóniának a megtalálása. És valószínűleg azért érzem most azt, hogy több mindennel foglalkozom, mint korábban, mégis harmónia van az életemben. Mert meg tudtam találni azt, ahogy ez a kettő, ez nem kell, hogy egy-egy legyen, hanem hogy én vagyok egy egész, és ezen belül meg tudom találni a harmóniát abban, hogy mi az, ami nekem jó, és mi az, ami a családomnak, a környezetemnek jó, és ez valahogy egy ilyen békét hozott abban a küzdelemben, hogy nekem azért az, hogy egy teljesítménykényszer az egyik legfontosabb, legerősebb tulajdonságom, az ahogyan tudok megbékélni, és minél inkább ennek a pozitív oldalát megélni, és nem pedig a negatív oldalát. Tehát én azt hiszem, hogy ez volt nekem a legnagyobb feladatom, hogy azt, ami bennem van, hogy van egy nagyon erős teljesítménykényszer bennem, azt nem tudom megváltoztatni, nem tudom kioperálni magamból, de hogyan tudom minél inkább egy olyan kontextusba helyezni, hogy leginkább ennek a jó része, a jó oldala domináljon az életemben, és nem az, ami számomra pusztító.
most nagyon kikívánkozik belőlem ez a provokatív ilyen alákérdés, hogy volt-e valaki, aki ebben segített neked, hogy erre rájöjjön, hogy mi Anikóval nagyon sokat dolgoztunk együtt, ő kliensem volt, és nem szabad ilyet mondani, hogy egyik kedvenc kliensem, de sikerélményként éltem. Nyugodtan mondja el, ilyet nem sértődöm. Sikerélményként éltem meg azt, hogy Anikó tudott változtatni, és hogyha annyit elárulhatok, mert ugye te ezt most egy virágnyelven mondod, csak egy picit konkretizáljuk, hogy Anikó nagyon odafigyel arra, hogy nagy teljesítményt nyújtson, meg hogy nagy változást hozzon az életbe, és egy olyan munkahelyen voltál, amikor mi elkezdtünk együtt dolgozni, ahol nem tudtad elérni azokat a hatásokat, amiket szerettél pontosan volna, és hogy ez iszonyatosan frusztrált, és nem az volt, hogy felismerted, hogy ebben a rendszerben ez nem feltétlenül fog menni, hanem még inkább fokoztad a saját teljesítményedet, ami aztán meg tök jól segít kiégni így egyébként. Van. És ugye az új életedben meg ugye van egy munkád, ami azért van értelme, meg azért van egy cél, egy magasabb cél, amit szolgál, de hogy megtaláltad a munkán kívül annak a lehetőségét, hogy tényleg olyan változtatás hoz az életbe, amitől te ugye akár önmegvalósításnak is hívhatjuk, de hogy te jól érzed magad. Így van. És ugye ezt szerintem egy tök nagy tanulság, hogy nem mindig a munkahelyünkön tudjuk megváltani a világot, de hogy az tök oké, hogyha mondjuk van egy jó munkahelyed, ahol nem utálsz ott lenni, és mondjuk utána civilként akár podcast közösséget szervezel, akár elintézed azt, hogy a TB támogassa az EpiPent. Az EpiPent. Erről nagyon szívesen beszélek. Igen. Jó, tehát hogy nagyon sokat el tudunk érni munkán kívül is. És nem kell azon frusztrálódni, hogy mondjuk az ExxonMobil, vagy a BlackRock, vagy az Ericsson nem fog úgy megváltozni, ahogy mi gondoljuk, hogy jobb lenne, pedig csak pár százezren dolgoznak ott, és mi milyen jól látjuk, hogy mit kéne csinálni. Jó, lehet ebbe frusztrálódni, de lehet mondjuk találni olyan ügyeket is, aminek semmi köze nincs a munkahelyünkhöz. Ezt nagyon szívesen elmondom, hogy egyrészt a közös alkalmaink során sokszor visszatértem ahhoz a dilemmához, hogy amellett, hogy a coachingban, igen, tehát, hogy te húztál ki ebből az egész lélekállapotból, és ezeknek az alkalmaknak segítségével értettem meg azt, hogy kezdtem el foglalkozni az önismerettel, és azt, hogy mi az, ami bennem van. Nekem ebben áttörés volt az, hogy az öt legfőbb erősségemet végigvettük. Ez nekem egy abszolút áttörés volt. És én nagyon sokáig ellene voltam annak, hogy megértsem azt, hogy én miért vagyok ilyen. És nem akartam elmenni terápiára, hogy ezzel foglalkozzak, hanem inkább úgy voltam ezzel, hogy én ilyen vagyok, ezzel kell dolgozni, ez dobta a gép, itt próbáljuk meg megtalálni, hogy mi az, ami működik. És aztán az adás után, illetve az elmúlt két évben a munkahely befejezése után azért nekem volt egy három év, amikor nagyon sok minden mást is csináltam, tanítottam, próbáltam felépülni, kitalálni azt, hogy merre tovább. Ebben a három évben én kaptam egy elég nehéz feladatot az élettől, ami elvezetett odáig, hogy egyébként elmentem terápiára, és elkezdtem azzal foglalkozni, hogy valójában miért vagyok ilyen, amilyen. És ez a nagyon nehéz helyzet, amit az élet hozott, az pedig az, hogy nekem életveszélyes ételallergiával él a gyermekem, dió és magyaró allergiás, amit tudtunk már két éves korától, de négy éves korában itt abszolút a kiégésem utáni felépülésemnek a legnehezebb időszakában. Ő kapott egy életveszélyes anafilaxiás rohamot, ami légzésleállással járt, egy olyan ételtől, amit én fogyasztottam, tehát nem is ő, amire addig nem tudtuk, hogy allergiás lenne. És ezen a rendkívül traumatikus esemény kapcsán, ugye nálam volt már az EpiPen, de abban a stressz helyzetben én nem tudtam beadni neki, amit én egy borzalmas kudarcnak éltem meg. De addigra ott volt már a mentő, nem történt semmi, felépültünk belőle, viszont ez hozott egy olyan
nehéz lelki állapotot, amiben én hibáztattam magam, és nagyon nehezen tudtam feldolgozni egyrészt a kisfiam, a kisfiunknak az állapotát, az, hogy itt mi a tét, és egy nagyon, nagyon rossz állapotba kerültem személyesen. És én ennek kapcsán, ennek indítatására jártam terápiára, ahol nagyon-nagyon visszamentünk az én gyerekkoromba, azt, amikor én elvesztettem a bátyámat egy autóbaleset következtében, és ebben az egész történetnek, az egész múltfeldolgozás, illetve ennek a traumának a feldolgozás és az ebből való felépülés következtében komoly problémám lett aztán az étkezéssel, nagyon nehezen tudtam enni, tehát nyilván, hogyha majdnem meghal a gyereked attól, amit te eszel, akkor ez így viszonylag egy könnyű lépés azután. És ebben a két éves terápiás folyamatban, amellett, hogy én leküzdöttem azt a traumatikus eseményt, azt gondolom, hogy feldolgoztam azt, ami a gyerekkoromban történt. Ez magával hozta azt is, hogy sokkal jobban megértettem azt, hogy én ki vagyok, és hogy mi a dolgom magammal, és ebben a felépülési folyamatban azt gondolom, hogy így újra építettem magam. Úgyhogy a kiégésem ez a annak kapcsán az a coaching, amit kaptam majd, ami motiválta ez a traumatikus esemény és helyzet. Én itt összeraktam magam, és aztán csak még egy nagyon rövid, csak hogy teljes legyen a történet, nagyon jól lettem, és azt gondolom, hogy teljesen jól vagyok, és ebben a pillanatban volt az, amikor hallottátok is a hírekben, hogy egy 7 éves magyar allergiás kisfiú meghalt egy iskolában. Amit én úgy definiáltam, én ugye egészségügyben dolgozom, egészségügyi kommunikációval dolgozom, egy egészségügyi hálózatnak vagyok a felső vezetője, alapvetően egészségért és az én legfőbb érdeklődési területem, és én úgy éreztem, hogy ez a gyerek azért halt meg, akkor volt 7 éves a kisfiunk is, mert nem értette meg a környezete azt, hogy mi ez az állapot, és nem volt ott a segítség. És ekkor találkoztam Csáki Csilla doktornővel és 6 másik érintett szülővel, és mi létrehoztunk egy egyesületet, az anafilaxiás allergiásokért egyesületet, és azért dolgozunk, hogy a szülőket támogassuk, és egy elég komoly intenzív lobby tevékenységet végzünk. Ennek köszönhető igen az ingyenes EpiPen, illetve a köznevelési törvénynek a megváltozása. És erről azért tartom nagyon fontosnak ebben a témakörben beszélni, hogy nekem van egy főállásom, és mellette van egy civil tevékenységem, és soha ilyen egésznek nem éreztem magam. Amellett, hogy úgy érzem, hogy ráadásul nem 5 napos késéssel megyek el a nyaralásra, hanem úgy megyek el a családommal, vagy a férjemmel kettesben nyaralni, hogy alapvetően kipihenten érkezek meg, mert úgy érzem, hogy az az idő, amit a munkára fordítok, azokat valójában olyan ügyekre tudom fordítani, ami engem nem leszív, hanem tölt. És éppen ezért azt tudom mondani, nyilván elfáradok egy hosszú nap után, de nem leharcolt vagyok. Nem úgy kelek másnap, hogy azt se tudom, hogy merre van az előre, hanem várom ezt a napot, és valahol itt találtam meg, azt gondolom, a harmóniát, valóban ez egy jobb szó, a harmónia. Anikó, köszönöm, hogy ezt megosztottad, és szeretnék kiemelni ebből a tartalmas történetből egy pici elemet, hogy ugye, amikor mi együtt dolgoztunk, elég sokáig szerintem, és sok az, volt a dolog. Sok volt a munka. De hogy én nagyon fontosnak tartom coachként azt, hogy a kompetencia határaimat kommunikáljam és tartsam. És ezt mindig úgy próbálom nagyon egyszerűen leírni, hogy a coach abban tud segíteni, hogy mit csinálj meg hogyan. Mit, hogyan. De hogy önismeret nélkül ezeket a kérdéseket nagyon sokszor nehéz megválaszolni, freudi átszólás, megváltoztatni kell dolgokat. És ugye a terápia meg arra jó, hogy a miért kérdésekre tudjunk válaszolni. Tehát, hogy egy akut helyzetben lehet, hogy elmész terápiára, de majd 2 év múlva leszel sokkal jobban. Egy akut helyzetben lehet, hogy mit tudom én, 10 alkalom coachingból kijössz, de hogy nagyon sokszor, és amikor ilyen helyzet van, akkor mindig szoktam javasolni a klienseimnek, hogyha szükségét látom, hogy menjenek terápiára, vagy van, hogy én ajánlok terapeutát. De hogy azért nálad ez nagyon sokszor följött ez, amikor a testvéredet elvesztetted, és hogy
olyan tagadásban voltál abszolút, sokáig. Abszolút. Én ezzel mindig nem akartam. Nem akartam mindig oda visszamenni. Mindig így próbáltam, hogy figyeld, hát azért ezt a terápiába el lehetne vinni, lalala. Igen. De nagyon örülök, hogy ez megtörtént. Kellett volna, és akinél ez felmerül, azt gondolom, hogy inkább menjen el. Én nagyon ellenálltam, én azt éreztem, hogy nem vagyok rá képes, hogy oda visszamenjek, és ezzel foglalkozzam. Úgy igazán azt is éreztem, hogy nem hiszem, hogy ez segítség lesz, és ebben nagyon tévedtem, és ezt meg kellett volna egyébként tenni. Nyilván az, hogy ez így ebben a formában, ez volt az indítéka, hogy elmentem annak, természetesen nagyon nem örülök, de az, hogy végül akkor megtettem, annak meg nagyon örülök. És én erre bátorítok mindenkit. Szoktam mondani, hogy két dolgot kéne minden embernek az életébe csinálni, az egyik terápiára menni, vagy önismeretre, a másik meg külföldre költözni néhány évre, vagy időszakra, tehát hogy ezek azért szerintem jót tesznek az önismeretnek. Tapsoljuk meg Anikót, köszönjük, hogy kész meg osztatok. Nem tudom, a hétit meg tapsoljátok, lehet, hogy neki is tartozik. Úristen, mi lesz! És akkor van egy harmadik tervezett vendégem, Ricsi, kérlek fáradj te is ide. Ricsi a 85-ös epizódban volt, ami az egyik legnépszerűbb és izgalmasabb epizód volt. Én most nézem, hogy milyen koordináltan mozogsz, és hogy milyen egészségesnek nézel ki, és aki nem hallgatta ezt az epizódot, húzz közelebb magadat a mikrofonhoz. Igen. Szuper, köszi, Dávid. 2022. januárjában jelent meg Ricsivel a 85. epizód, aminek az volt a címe, az elég súlyos volt. Traumák, a ayahuasca, belső utazás, az élet dolgainak többsége nem megoldható. Kellemes kis laza kis beszélgetés, felüdítő cím. És ugye akkor, amikor mi beszéltünk, akkor Ricsinek, és ezt emlékszem, azt hagyj meséljem el ezt a kulisszatitkot, hogy elkészítettem a felvételt, elkészítettem hozzá egy ilyen kis rövid bevezető szöveget, és aztán átküldtem neked, hogy hallgassd meg, mielőtt megjelenik, ezt egyébként nem mindig szoktam csinálni, vagy legtöbbször nem szoktam. Átküldtem a Ricsinek, hogy hallgassa meg, és akkor kérted, hogy te figyelj azt, hogy halálos beteg, azt vedd már ki belőle, légy szíves. Ugye ez így volt? Jaj. És ugye azt meséljük el, mert nem gondolom, sokan van akit, akik nem hallották ezt az adást, hogy akkor kb. Másfél évvel ezelőtt volt ez? 2022. januárban? Jó másfél évvel. Aha. Hogy akkor egy olyan betegséggel küzdöttél, amit a világon senki nem tudott megmondani, hogy mi az. Mesélj erről, hogy akkor miben voltál, és ugye örülünk, hogy most itt vagy egészségesen, mert akkor ez egyáltalán nem volt ilyen kilátás. Igen, hát akkor körülbelül egy-másfél éve elkezdődött egy teljesen érthetetlen testi folyamat, aminek a következtében elkezdett leépülni a szervezetem, az idegrendszerem, központi, perifériás, meg úgy nagyjából mindenem, ami létezik, és jártam orvosról orvosra, és nem tudták megmondani. Mondtam, ami egzotikus intézményt, ahol voltam, mi volt annak a neve? Volt több is ritka betegségek intézete, meg minden, és nem tudták megmondani, hogy mi történt. És mindez voltál 30? Hát akkor voltam 30. 30 évesen, ez nem annyira vicces. Aha. Jól tudom én azt, hogy a podcast szereplés az egy fordulópontot, vagy egy ilyen kis... Fordulópontot. Nagyon nagy és nem azért, mert velem beszélgetett Ricsi, hanem az egyik hallgatónk, ugye Réka? Igen, nagy Réka, innen is üdvözöljük. Ők anyu Nagy Réka, aki egyébként a 103-as adásban szerepelt, és ez nagyon jó beszélgetés volt. Nagyon szeretjük. Meghallgatta Réka ezt a beszélgetést, és telefonban meggyógyította Ricsit. Na jó, nem volt ennyire egyszerű. Meséld el, hogy mi történt utána. Réka ugye meghallgatta az adást, és annyira kedves volt, hogy vette a bátorságot, meg a fáradtságot, és írt neked egy e-mailt, hogy neki lenne ötlete, senkinek nem volt ötlete az égvilágon, de neki lenne ötlete. És bedobta a Lyme-kort, mint témát. Lyme-kort. De én ugye akkor már túl voltam több Lyme-kort. Lyme-kort. Szóval túl voltam már több teszten is, és mindegyik negatív lett, és aztán Réka volt az, aki fölvilágosított aztán telefonba, hogy ez mondjuk nem sok mindent jelent. És akkor egy kicsit irányba rakott, hogy mit érdemes csinálni, merre érdemes elmenni, hogy érdemes elindulni.
És akkor én ezen az úton elindultam, ami aztán óriási nagy változást hozott az én életembe, úgyhogy nagyon hálás vagyok neked is, meg Rékának is. Igen, és akkor ezzel telt nagyjából az elmúlt 2 év ez az utazással. És akkor az egészség kiállapotod, az most mondjuk egy 10-es skálán hol tart, vagy mi az, ami honnan, hova jutottál? Hát egy másfelesről 5-ösre kb. Mm-hmm. Tehát, hogy akkor még van előtted út? Abszolút, igen. Ugye Rékával beszéltem, ő irányba állított, elmondta, hogy merre érdemes elindulni, és aztán végül is lett olyan vizsgálat, ami pozitív lett Lyme-korra és annak a társfertőzéseire. És ez egy nagyon alul, kiderült utólag nekem, ez egy nagyon alul diagnosztizált betegség, de még ezzel a teszttel is az orvosok fele azt mondta, hogy szerinte Lyme-kor, a másik fele azt mondta, hogy szerinte nem Lyme-kor. De ugye nekem nem, tehát nekem nem volt választási lehetőségem, úgyhogy tehát igazából nem volt más opció, elindultam ezen az úton, bízom benne, hogy hát a segít. És végül is így egy jó nagy gyógyszeres kezelésnek a kellős közepén találtam magam. Nagyon nagy dózisú antibiotikum egy éven keresztül, egy évig bírtam, és aztán éreztem, hogy már a vége felé, tehát 10-11 hónap után, hogy kell valami B-opció, mert ez így nem fenntartható. De nem nagyon volt itthon B-opció, úgyhogy elkezdtem én tanulni, meg utána menni. És végül is találtam egy amerikai herbalistát, aki növényekkel foglalkozik, és egyébként hozzám a növények eléggé közel állnak. Ugye az ajahúhoz köszönhető. Erről is beszélgettünk röviden az adásban. És általában ezeknek a stádiumú Lyme-kóroknak az a tulajdonsága, hogy annyi gyógyszert kell szedni, amelyet nem bírsz ki. Tehát, hogy több éven keresztül. És hogy ez a herbalista, akit egyébként a Réka ajánlott nekem, vagy rajta keresztül ismerem az ő munkásságát, egy jó 30 évet foglalkozott a Lyme-mal és annak a társfertőzéseivel, és kidolgozott olyan növényi protokollokat, amik simán használhatók antibiotikumos terápia helyett, úgyhogy ezeket megtanultam, és amikor már azt éreztem, hogy az antibiotikumot nem bírom tovább, akkor szépen fölépítettem ezt. És akkor a terápiával, tehát pszichoterápiával, és ezzel a növényi protokollal, meg ugye egy év antibiotikummal a hátam mögött, végül is eljutottam most tavasszal egy ilyen áttöréshez, ahol így egyszerűen elkezdtem jobban lenni. És az egy ilyen nagyon nagy fordulópont volt. És akkor most hullámzik, hol jobb, hol rosszabb, hol nehezebb, hol könnyebb, de alapvetően ebben vagyok. Oké, de most már nem úgy gondolsz magadra, mint akinek gyógyíthatatlan halálos betegsége van. Nem, én igyekeztem soha nem úgy gondolni magamra, hogy ezért is... Hiába nyomtam rád az éget. Ezért is kértem, hogy én azért meghagytam magamnak az esélyt, és hogy én most is így vagyok vele, hogy nehéz az út, rögös az út, de egyébként egy csomót lehet tanulni rajta, úgyhogy... Aki olvasott Jellomtól bármit, az biztos hallott arról a magyarul kicsit a bénem van fordítva, hogy ilyen, hogy is mondják, sorsfordító esemény, vagy nem tudom, megvilágosító esemény, így fordítják magyarul. De ugye itt mind a hármatokban ez közös. Hédi ugye a egészségügyi paráiról számolt be, neked a kisfiad, neked a saját betegséget szintén, hogy Ricsi, neked ez például a munkához való hozzáállásodban hozott-e valami változást, hogy mondjuk ennyire durván rá kell fókuszálni az egészségedre? Hozott, de munkával kapcsolatban igazából a nagy változást azt az előtti kiégés hozta meg. Tehát én és azért is volt furi nekem, mert ebbe a betegségbe én már úgy mentem bele, hogy viszonylag oké voltam magammal, és akkor már terápiába jártam, már túl voltam a kiégésen. De aztán meg ez tovább lökött ezen az úton, tehát hogy abszolút hozott változás, de hogy az áttörés az már megvolt előtte. Van-e esetleg mindhármatokhoz intézem ezt a kérdést, így kiégés kapcsán, amit üzennétek esetleg a hallgatóknak, hogy a ti tanulságotok, így összefoglalva, vagy üzenet a hallgatóknak? Majdnem mondtam, nem szalonképes. Az lehet? Nem. Hát nekem, én ezt megfogalmaztam az előbb, hogy igazából... A munka nem fontos. Tehát, hogy jó, fontos, persze, fontos egy bizonyos fokig,
meg azért nem mindegy, mit dolgozik az ember, de, de hogy alapvetően szerintem sokkal fontosabb dolgok vannak az életben, és inkább azokra érdemes koncentrálni. És ezt akartam mondani, hogy mindhármunknak itt a történetében azért benne van az egészséggel kapcsolatos sorsforító események, vagy akár csak a láncolata ezeknek, és tényleg amikor az élet oda dob egy prioritásban előrébb lévő dolgot, akkor annyira eltörpül az, hogy mi van a munkával, annyira sokadrangú lesz, és hogy én azért azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dolog van az életünkben, amire lehet tök jól koncentrálni, vagy nagyobb efforttal, mint sem feltétlenül a munka. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell ezzel foglalkozni, vagy nem kell megtartani ezt a balanszot. Vagy hogy mondtad? Nem egyensúly, hanem harmónia. Egyébként érdekes, mert amit csak ezt még akartam megjegyezni az Anikó kapcsán, meg te is ezt képviseled, hogy nektek így azért a munka az egyfajta hobbi, egyfajta életérzés, szeretitek, amit igen. Csináltok. Én is szeretem, amit csinálok, de azért nekem nem ilyen a munkám. És ezzel nincs baj? Tehát nincs vele baj, csak azt akarom mondani, hogy azért nem mindenkinek azt kell keresni, hogy úristen, a hobbim legyen a munkám. Tehát, hogy azért ez nem mindenkinek így van, ahogy nálam sem. Szeretem ezt a témát, szeretem a munkámat, néha még flowba is tudok kerülni, egyre kevésbé, de hogy azért, szóval, hogy nekem ez nem az önmegvalósításom feltétlenül, illetve még egy dolgot szerettem volna mondani, mert bocs, hogy így föltartom a rendszer. Tudod, ez egy olyan adás, ahol jó fej emberek érdekes dolgokat mondanak, és most te ilyeneket csinálsz, úgyhogy ne kérj, bocsánat. Kösz, mit is szóval. Szóval, hogy igazából ugye beszéltünk erről, hogy work-life balance. Én azért ezt még annó abban az adásban, vagy két adásban elmondtam, hogy én azért ezt egy ilyen háromlábú széknek gondolom, amiben benne van a munka, a párkapcsolat, most legyen az házasság, vagy bármi, és a gyerekek. És hogy ez a háromlábú szék, ez nagyon gyorsan meg tud billenni, hogyha valamelyik felé iszonyatosan elmegy a fókusz. És ez nem azt jelenti, hogy ez mindig egyformán áll, van, amikor picit elmegy erre, picit arra, picit amarra, de hogy azért ezt érdemes így egyensúlyban tartani, ezt a három területét az életnek. De azért azt is megtapasztaltam már, hogy azért az is egy ilyen, hogy mondjam, utopisztikus állapot, hogy ez így mindig szépen stabil, mert nem. Szóval, hogy irdatlan energiát kell ebbe belerakni, hogy az ember ezt egyensúlyba tudja tartani, és én azért azt veszem észre így, ahogy exponenciálisan a gyerekek száma is nő, hogy ez ne, tehát hogy ez egyre nehezebb, és hazugság lenne azt mondani, hogy nincsenek olyan időszakok, mikor rájuk figyelek inkább, vagy nincsenek olyan időszakok, mikor a munkára figyelek, és hát azért, szóval valaki mindig megissza a levét, az az igazság. De törekszem arra, hogy ez így nagyjából pariban legyen, és hogy ne legyen az, hogy akkor most 5 hónapig nem nézek bele az e-mailjeimbe. Nyilván ezt nem is lehet megtenni, most sarkítottam. Meg ne legyen az, hogy 5 hónapig a gyerekeket valami zombi üzemmódba szállítom A-ból B-be, meg ne legyen az, hogy 5 hónapig mondjuk a férjemhez hozzá se szólok. Tehát, hogy és szerintem ez az igazán nehéz játék. Egyszer egy ilyen Instagramra való bölcsességet, ilyen Coelho-t kitaláltam, de hogy az, amit te mondasz, azt én úgy fogalmaztam meg, hogy az egyensúly az nem mozdulatlanság. Még egyszer, az egyensúly az nem mozdulatlanság. És ez nagyon fontos, hogy tisztában vagy azzal, hogy mik azok a területei az életednek, ahol fontosnak tartod azt, hogy jól érezzétek magatokat. És nyilván nem az van, hogy most elértem egy pillanatot, jöhet a fotó, és mostantól így maradunk. És pedig mostantól az életünk. Pedig az Instán ez van. Az nem? Instagramon ez van, meg mindenhol, de hogy ez sajnos a való világban nem feltétlenül így van. Tehát, hogy ez nem úgy van, lehet, hogy van most egy ilyen pillanat, és akkor gyorsan csináljunk egy selfit, és örüljünk, de úgy örüljünk, hogy tudjuk, hogy ez az egyensúly, ez lehet, hogy 5 percig fog tartani. És hogy ez ugyanúgy, mint egy párkapcsolatban, minden nap bele kell rakni a melót, vagy mint egy munkahelyen, minden nap bele kell rakni a melót. Van, amikor jobban húzod az igát, van, amikor kevésbé, de hogy ez nyilván egy hosszú távú játék, és soha nincs az, hogy akkor na most már elértük, vége van, kimerevítjük, csá. Nem? De hogy ezzel nincs baj, mert ezt úgy hívjuk, hogy élet. Valóban. Jó. Köszi, Édi. Anikó, neked esetleg valami konklúzió? Vagy ehhez nekem
kiégés kapcsán én egy dolgot szeretnék így kiemelni, hogy a saját felelősségünket és a saját teendőnket. És tökre egyetértek veletek, és az, hogy én egyébként és például úgy érzem, hogy jól vagyok, az nem azt jelenti, hogy akkor most lőjünk egy Instagram képet erről, hanem hogy ez egy mindennapi feladat az, hogy ezt a harmóniát, amit úgy érzem, hogy most stabilan meg tudtam szerezni, és meg tudtam tartani. Ez azért nem hétfőtől vasárnapig, azért nincs minden nap, minden órában így, hanem ez egy törekvés. Nekem azt kellett megtanulnom a kiégésem kapcsán, és talán leginkább ezt sajnálom, hogy én odáig elvittem, és olyan mélyre vittem magamat ebben a történetben, hogy mi a mi felelősségünk, és mi a mi teendőnk ebben, és milyen hatással vagyunk a környezetünkre. Az, hogy nekem nem ment tönkre a házasságom, és a családi életem boldog, ennek örülhetnék, és örülök is, nem erről van szó. De hogyha visszanézek azokra az évekre, amiket ebben az állapotban töltöttem, akkor nagyon komoly lelkiismeret fordulásom van, hogy milyen volt az életminőségünk miattam. Tehát amikor a férjem negyed évente, fél évente kiemelt ebből az állapotból, és elvitt 3 napra aludni egy szállodába, és én tényleg 3 napig aludtam, szóval elmentünk reggelizni, és aztán visszafeküdtem aludni. Az nem egy életminőség. Az nem arról szól, hogy akkor ketten lelépünk, és akkor minőségi időt töltünk együtt. És nekem ez a felelősségem, és talán ezt bánom a leginkább, hogy annak idején ezt nem fogtam meg korábban, és csak mentem, és úgy éreztem, hogy akkor is meg fogom tudni csinálni, és későn döbbentem rá, hogy nem fogom tudni megcsinálni, de nem azért, mert nem vagyok rá képes, hanem mert egy olyan környezetbe próbálom az energiát beletolni, amiben nem éri meg. És hogyha ezt az energiát, és itt 2 évről beszélünk, ami a nagyon mélye volt ennek a történetnek, nem 2 hónapról, hanem 2 évről, hogyha ebben a 2 évben ez nem lett volna, vagy korábban lépem meg, akkor ebben a 2 évben egészen más lett volna az életminőségem és a családomnak az életminősége, és ezzel a felelősséggel nekem el kell számolnom. Ez szerintem nagyon fontos, amit mondtál, meg elég súlyos, de szerintem a férjedet Attilát megtapsolhatjuk a közösséget. Jó? Nagyon fontosakat mondta Anikó. 2 dolgot, az egyik csak ismétlek, mint egy papagáj, csak alá akarom húzni. Tehát az egyik, ami nagyon fontos, amit mondtál, az ez, hogy nem kell megvárni, amíg már eljutunk a falig, jó? Hogyha mondjuk 2-3-4 hónapig úgy kerülünk fel, hogy ez már sok, ez nem jó, akkor nem kell tovább tolni, szerintem. Ez az egyik, a másikat meg jól elfelejtettem. Igen, az másik azzal kapcsolatos, hogy nagyon sokan, aki kiégéssel fordulnak hozzám, úgy állnak hozzá, hogy te is hozzáálltál, hogy jó, nem megy, akkor nekem kell keményebben dolgozni. És hogy nem ismered fel, hogy mondjuk egy lukas vödörbe öntöd a vizet folyamatosan, és a vödör, a rendszer, a munkahely, a nem tudom, az ország, a nem tudom, az lukas. És te meg magadnak azt mondod, hogy jó, akkor gyorsabban öntöm a vizet, de hogy ez nem a megoldás, ugye? Igen, és ezt egy harmadikat is hozzátennék, hogy attól még, amit mondtál, Hédi, hogy attól még, hogy nem jutottam idegösszeomlással, gyógyszeres kezeléssel kórházba, attól még nagy volt a baj. Attól még, hogy nem lett rossz a házasságom, vagy nem lett családi problémám, vagy a gyerekeim rendben vannak. Attól még ez nem azt jelenti, hogy ez tök jó. Tehát, hogy nem kell megvárni azt a traumatikus pillanatot, ami felhívja a figyelmünket arra, hogy itt óriási nagy baj van, hanem sokkal előbb kell öngondoskodnunk és magunkat monitorozni abban, hogy így reggel úgy kerünk fel húzamosabb ideig, hogy úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk ezt a napot végigcsinálni, akkor nem az a megoldás, hogy berakunk egy heavy metal dalt, amit én csináltam, hogy jól felpampoljam magam arra az adott napra, hogy ezt így képes legyek végigvinni. Akkor ott azon a ponton meg kell állni, nyilván nehéz a második héten, de azért mondjuk az első év végén azért már csak meg kellett volna állni. Igen. És hogy nem ezzel bizonyítunk magunknak, hogy mennyire
fasz a gyerekek vagyunk, hogy akkor meg tudjuk csinálni, mert valamit nem érdemes, vagy nem lehet. Jó, szerintem ez tök fontos is, hogy ehhez meg kell az, hogy mondjuk meg tudjunk magunknak bocsájtani, vagy szeretni tudjuk magunkat annyira, hogy azt mondjuk, hogy figyelj, amit nem tudok megcsinálni, nem biztos, hogy meg kell csinálni. Vagy nem éri meg megcsinálni. Igen. Mondjuk azért ehhez is kell egyfajta önismeret. Igen, szóval, ez hogy ezért könnyű ezt mondani, hogy, bocsánat, tehát, hogy félre ne értsd, tehát, hogy azt könnyű mindenkinek mondani, hogy nem vigyük el a falig, ne menjünk el odáig. Hol a fal? Hát ez az, hogy hol a fal. Ezt nagyon meg, sokan hogy ezt elsőre, mikor elsőre kiég valaki, utána már tudja, hogy igen, ez hogy működik, igen, meg hogy hol a fal. De... A jobbak. A jobbak, igen, van, akinek sikerült többször is. Hogy tényleg ez volt a fal? Várjál, nézzük meg. Nem. Sőt, van, aki át is megy a falon, olyan is van. De hogy azért ez is egy olyan dolog, hogy ahhoz, hogy azt tud mondani, hogy nem, meg hogy állj, ahhoz azért kell egy jó önismeret. És akkor itt jön ez az ördögi kör, igen, hogy, igen, hogy akkor mi volt a tyúka, hogy a tojás. És... Ezért örülök egyébként, hogy elmentem terápiára. Hát mert hogy az adott valójában erre választ, hogy ezt miért csinálom. Előbb megtanultam azt, hogy hogyan ne csináljam, meg azt is, hogy ezt nem kéne csinálni. Aztán megtanultam, hogy miért csinálom, és ez mind együttesen elvezetett egy olyan állapotban, most vagyok. Én egyébként meg pont fordítva jártam be az utamat, hogy én jártam sokáig terápiára először, és akkor értettem már, hogy miért vagyok szarul, de basszus, hát most és mit csináljak? És hogy nekem meg ez hiányzott a terápiás folyamatból, amit egyébként mindenkinek ajánlok, és hogy egyébként ez is motivált engem abba, hogy azzal foglalkozok, amivel foglalkozom, hogy amit én nem kaptam meg terápiás környezetben, az hogy lehet azt odaadni, amit és hogyan, amikor már valaki érti a miértet. De hogy végül is mindegy, hogy melyikkel kezdjük, hogyha nagyon nagy akut probléma van, lehet, hogy a mit hogyan csináljak gyorsan, de aztán utána meg, hogy ne legyen ez újra, harmadszor, negyedszer, a mi érteket is azért jó, hogyha értik. Jó van, szuper, köszi. Ricsi, neked terápia. Valami? Nekem a terápia volt az, ami egy ilyen nagy tanulság. Tehát, hogy én abban ismertem föl, hogy abban tudtam rájönni, hogy azok a dinamikák, amik engem kiégetnek egy munkahelyen, azok honnan jönnek, miért jönnek, mi az eredetük, és mit lehet velük kezdeni. Ez volt az egyik. A másik meg nem egy tanulság, hanem inkább egy élmény volt nekem, hogy amikor én apuka lettem, akkor bennem ez az egész így totálisan átalakult. Tehát, hogy én azóta inkább főállású apukának hívom magam, ami mellett dolgozom, és egyébként tök jól megfér a kettő egymás mellett. Szoktunk találkozni néha melóban is. De hogy az egy ilyen nagyon sorsfordító élmény volt nekem, amikor kisfiam született. És azóta én valahogy ilyen teljesen organikusan inkább arra fókuszálok, és amellé persze tök jól megfér a munka, hogyha egyébként az rendben van, már pedig most rendben van. Úgyhogy hamarosan érkezik a kis tesó is. Gratulálunk, hajrá! Jó, hát köszönöm nektek! Közönséget kérdezem, hogy a vendégeimhez van-e bárkinek bármilyen kérdése? Mi volt az oka, hogy őket választottam? Hát mert tök jó vendégek, nem? Az az érzésem, hogyha erre a kérdésre válaszolni kezdek, az olyan, mintha magyarázkodnék, mert ő rengeteg jó vendég volt ebben a 239 adásban. Én nekem van egy olyanom, hogy nagyon fontosak nekem az emberi kapcsolódások, de amiben én jó vagyok, az az, hogy egy-egy emberrel tudok mélyen kapcsolódni, és az ilyen nagy társasági események, azok nekem inkább megterhelőek, miközben tudom, hogy ennek nagyon nagy értéke van. És az a néhány ember, akivel mélyebb személyes kapcsolatom alakult ki a podcast kapcsán, vagy a közös munka kapcsán, vagy egyéb okokból, az az én kis belső köröm, mondjuk úgy, azokkal én sokkal kényelmesebben érzem magam, és sokkal szívesebben beszélgetek, mert én ilyen vagyok. De hogy ez nem egy ilyen fair, és nem egy demokratikus, és nem egy, nem tudom milyen patika mérlegen kimért történet, ebben egy csomó érzelmi dolog van. Amúgy,
a Halottnak a Coach podcast közösség Facebook csoportjában megkérdeztem, hogy ki az, akiket szeretnétek látni, és azért a Ricsire is többen írták, hogy szeretnék látni, meg szerintem a Hédire is, de mondjuk nekem azért megvolt már a fejemben, hogy kikkel akarok én beszélgetni. Úgyhogy ilyen áldemokráciát csináltam. Nem sorsolás alapján. Nem sorsolás alapján. És egyébként meg ugye a következő 5 éves terv, hogy ugyanúgy folytattam tovább, egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy korábbi vendégeket ugyanúgy visszahívok, és megkérdezem velük, hogy figyelj, mi van veled az elmúlt nem tudom hány évben, mert hogy ne csak azokat a történeteket halljuk, amikor valaki nehézségben van, hanem amikor utána már évekkel később tud visszatekinteni, és el tudja mondani, hogy hogyan alakította úgy az életét, amiben nem ég ki újra. És szerintem most nektek ez mind a hárman tök jól képviselték a vendégek. Remélem kielégítő. Nagyon jó választás volt. Én is úgy érzem. Köszönjük szépen. Én is úgy érzem, hogy jó választás volt. Még kérdés? Emily? Ez most szedhetsz vizet. Ez pont olyan kérdés volt, mint amit én tettem fel gyerekkoromban. Itt kell elmeséljek egy anekdotát. Körülbelül szerintem annyit is voltam, mint most a kedves kislányom Emily, 11-12, nem hiszem, oxigénban. Na, még válogatsz is? Szóval, hogy én mindig feszegettem a határokat, így már gyerekkoromban, és apukám arra tanított, hogy minden szabad, ami nem tilos, és a B része ennek a szabálynak, hogy amit én csinálok, azzal nem korlátozhatom mások szabadságát. És szerintem ez egy tök jó ilyen irányelv, mondjuk, hogyha az ember gyereket nevel, de hát ezt ugye tesztelni kell. És akkor énekórán május volt, Újpest, második emelet, ilyen paneliskola, ablakok nyitva, megy az énekóra, sose szerepeltem. Valamit kérdezett a tanárnő, én így jelentkeztem, teljesen meglepődött, hogy miért most te jelentkezel, mint most, ahogy Emily jelentkezett, ahogy ihat a vizet. És akkor én kérdeztem, hogy megehetem ezt az almát. Jó, Aniskám, edd meg az almát. Jó, és ment tovább az énekóra, megettem az almát. Utána megint jelentkezem. Aha. Akkor meg kicsit gyanakodva kezdve, igen, kidobhatom az almacsutkát. Jó, kidobhatod az almacsutkát. És ahogy ültem így a padba, így a nyitott ablakon, így a teremben így kivágtam az ablakon az almacsutkát. A tanár az így teljesen lefagyott, a gyerekek is. Aztán óriási röhögés, persze szegény énektanár addigra már totál ki volt készítve. Nem vagyok rá büszke, de akkor még kicsit kisebb voltam. Úgyhogy így ezt így meg is úsztam volna, ha 5 perc múlva nem nyit be az igazgató azzal a járókelővel, akit majdnem eltaláltam az almával, és bejött. És akkor úgy hát kaptam egy óriási intőt, anyukám azért eléggé cvider volt emiatt, de apukám, mintha egy kicsit a bajsz alatt röhögött volna, mert hogy én megkérdeztem, tehát kaptam rá engedélyt, úgyhogy Emily, ez most... Szó szerint az volt, hogy almacsutkát dobott ki az ablakon, ezért megintem. Almacsutkát dobott az ablakon. Azt ilyen megkérdezett. Na, hogy figyelsz. Még kérdés? Igen, nem ehhez csokit is. Igen? Megismétlem a kérdést, ahogy értem, csak hogy a mikrofonban is jól benne legyen, hogyha nem szaladtunk volna el a falig, vagy nem ütöttük volna be a fejünket a falba, vagy nem lett volna ez a teljes krízis, hogy akkor is meg lehetett volna ezeket a változásokat lépni? Ez egy jó kérdés. Én dolgozom emberekkel, akik rohamtempóban mennek a fal felé, és nem vagyok benne biztos egyébként, hogy meg lehet őket menteni. Szóval nekem az a tapasztalatom, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket az embernek a saját bőrén kell megérezni ahhoz, hogy tudja, hogy na ilyen a fal. És egyébként okosak, intelligensek, magas érzelmi intelligenciával rendelkeznek, de valamiért az, hogy akár kérdésekkel, vagy csak simán jelenléttel, vagy egy értő figyelemmel próbálok nekik segíteni abban, hogy elkerüljék a falat, az sokszor nem elég. Úgyhogy nekem ez a személyes tapasztalatom. Nekem ez olyan, a Siáni voltunk egyszer, most már apukámat is sokat emlegettem, Svájcba,
És akkor azt hittem, hogy nagyon jól tudok síelni, egészen addig, amíg úgy hanyat vágtam magam, hogy agyrázkodáson, hát nagyon megütöttem magam. Nagyon rosszul voltam, nagyon ijesztő volt. De akkor már tudtam, hogy mennyire jól tudok síelni, mert előtte nem tudtam, hogy mennyire jól tudok síelni. Azt hittem, hogy annál sokkal jobban. Tehát, hogy egy kicsit talán ez válasz a kérdésre, hogy nehéz tudni, hogy hol vannak a határaid, amíg nem ütközöl bele. És hogy én ezt a podcastet azért is csinálom, hogy aki gyanús magának, hogy már közel van a falhoz, az meghallgat más emberek történetét, és fölismeri a mintákat, és azt mondja, hogy ja, hogy ez oda vezet, de hogy ez elég ahhoz, hogy valaki megálljon, vagy változtasson, ez szerintem eléggé egyénfüggő. Én erre kapcsolódhatnék. Alapvetően az én válaszom az, hogy nem. Már csak azért sem, mert kétszer égettem ki magam, és a másodiknál egy jó két évig azért próbáltam azt a falat áttörni. És én onnan tudtam meg, hogy én kiégésben vagyok, hogy meghallgattam az egyik történetet a halottnak a kócsnál. Egyébként így jutottam el az Andráshoz. És emlékszem, hogy éppen futottam, és olyan volt az egész jelenet, mint hogyha egy ilyen bekerültem volna egy ilyen lassított felvételbe, elkezdtem, azt láttam, hogy így a mozgásom, mint hogy egy hirtelen egy lelassult volna, amikor így hirtelen összeáll a kép, vagy az, amit én belül érzek, annak van egy definíciója, van egy állapot, vannak emberek, akik ugyanilyen hülyék, mint én, mert hogy egyébként én azt éreztem, hogy velem van a baj, és hülye vagyok. Szólnom, hogy de ugye nem vagy hülye. De én azt éreztem, hogy velem van a baj, én csinálok valamit rosszul, és amikor meghallod egy sorstársnak a történetét, és hirtelen megérted azt, hogy miben vagy, nekem az egy ebből a szempontból egy rendkívül felvilágosító, és egyébként egy sorsfordító pillanat volt erre ránézni. És én ezért nagyon, nem csak ebben a témában, nagyon sok témában, egészségedukációban, mentális egészségben, anafilaxiás allergiában, bármiben borzasztóan fontosnak tartom az egyéni történetek elmesélését, minél több emberhez tudjunk eljutni és segítsünk. És amikor én útkeresésben voltam, és elmentem tanítani egyetemre, kommunikációs médiatudományi tanszéken kommunikációt tanítottam, kifejezetten odafigyeltem arra, hogy legyen egy előadásom, ami arról szól, hogy hogyan menjetek ki a munkaerő világába. És hogy mindazokat a hibákat, meg mindazokat, amiket én tanultam, azt így pakolják be a hátizsákjukba, ne csak tudást, szemléletet, karriervágyat, hanem ezeket a dolgokat, amiket én megtanultam, ezt tegyék bele ugyanúgy a hátizsákjukba, és így induljanak neki a munkavilágába. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekem mindenképpen el kellett mennem a falig, és nagyon hálás vagyok, hogy találtam egy történetet, ami megmutatta nekem azt, hogy én miben vagyok, és pontosan ezért tartom nagyon fontosnak, hogy minél több szó essen a mentális egészségről, a kiégésről, és a vállalatok nagyon jó hallani a well-beingnek azt, hogy egyre több cég foglalkozik vele. Nyilván remélem, hogy egyre több cég fog jól foglalkozni vele, és ezekre a szempontokra oda fognak figyelni, és hogyha minél több csőből halljuk, és minél inkább megértjük és edukáljuk a környezetet, akkor sokkal nagyobb eséllyel fognak az érintettek ráismerni arra, hogy miben vannak, sokkal hamarabb fognak segítséghez jutni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogyha ezzel minél többet foglalkozunk. És erre remek szakemberek vannak. Erről még az jut eszembe, hogy az ember saját hibájából tanul, az okosak meg másokéból, de hogy alapvetően nekem is ez a véleményem, hogy el kell tolni azt a bringát a falig. Tehát nagyon nehéz szembesülni ezzel elsőre. Tehát, hogy megkocogtathatjuk a bringával a falat, van, aki neki megy, és van, aki át is megy rajta. Szerintem itt van az a kis finom különbség, hogy meddig tolod. De az a fal az ott van. Tehát, hogy az oda eljut az ember, szerintem. De hogy az edukáció milyen fontos, szoktak hívni engem cégekhez erről beszélni, erről a témáról, kiégésről, és nyilván egy ilyen 1-1.5 órás kiégésről tartott előadás, meg kis beszélgetésre nem fogok senkit megmenteni a kiégéstől, de az, amikor
az emberek kapnak egy szótárat ehhez, hogy fölismerik, hogy ja, hogy ilyen van, ja, hogy akkor erről kezdjünk el beszélgetni, ja, lehet, hogy nekem is ez van, ja, oda kell figyelni a kollégámra. Tehát, hogyha már ez megvan, akkor már szerintem sokkal kisebbet esik az ember azzal a bringával, amit a Hédi emleget. És egyébként ennek a kiégés előadásomnak az utolsó dia, amit ki szoktam vetíteni, az mindig az, hogy hurrá, kiégtem, mert hogy nagyon sokunknak ez volt egy olyan fordulópont az életében, hogy igen, elmentem a falig, igen, nagyon beütöttem magam, de hogy innentől kezdve tudok egy magasabb szinten újra szervezni magamat, és nekem mindig ez az üzenet a podcastokból is remélem átjön, hogy minden válság az jó arra, hogy utána egy magasabb szinten újra szervezzük magunkat, hogy nem kell félni ezektől a válságoktól, ez nem kell, hogy ez egy negatív jelző legyen. Bólogat mindenki. Kérdés még van? Mit jelent az, hogy magasabb szinten szervezed újra magad? Hát nem tudom, hogy ki hogy képzeli el a fejlődést az életében, hogy hogyan tud több lenni, mint tegnap volt, hogyan tud magasabb szintre jutni. Szerintem ezt mindenkinek magának érdemes átgondolni, hogy ez mit jelent, de hogy ebben a koordinátorrendszerben gondolom azt, hogy magasabb szinten újra szervezni az életem. Nem az, hogy lenézzem bárkinek a szintjét, nem máshoz képest magasabb szinten, hanem az, ahogy mondjuk én éltem, ami ahhoz a kiégéshez vezetett, ami ahhoz a sok év szenvedéshez vezetett, nem szeretnék ugyanúgy élni, hogyan tudok másképp viselkedni bizonyos szituációkban, hogyan tudok fejlődni, hogy ne ilyen legyen az életem, ezt hívom így, nem tudom, ez kielégítő válasz-e. Jó, írásban kiegészítést szívesen elküldök. Itt van olyasmi, nem, hogy hogyan tudsz rálátni az életedre. Tehát egy ugyanolyan szituációban, hogyan viselkedsz mondjuk egy kiégésben, és hogyan viselkedsz mondjuk egy kiégés után, amikor már megdolgoztad magad. Mert akkor már rálátsz arra, hogy hát ezt nem biztos, hogy most így csinálnám, sőt biztos, hogy nem így csinálnám. Az már egy ilyen magasabb szint. Ez olyan, mint mikor terápia után van egy önismerete az embernek, és visszanézve évekkel korábbi eseményekre nem is érti saját magát, hogy ezt hogyan csinálhatta, vagy hogyan tehette meg, mert már egy teljesen más szemszögből figyeli a saját maga életét, meg a saját maga életét, ami hát az esetek többségében és normális esetben úgymond magasabb szint, tehát egy már megdolgozott személyiségnek a válasza, a reakciója, véleménye. Szerintem nagyon fontos az, hogy így az életünk során így fejlődünk, és lehet, hogy túl pesszimista vagyok, de szerintem ritkább nagyobb fejlődést elérni akkor, hogyha egyszerűen csak egy nyugodt, zavartalan, pozitív úton haladunk. Nem valahogy sem. Mindig a negatív, a kihívások, a traumák, az elakadások, a problémák, azoknak a megélése, feldolgozása, magunk mögött hagyása az, ami azt gondolom, hogy ebben a fejlődésben tud adni egy nagy lendületet. Ez is megint valamilyen Instagram bölcsesség, így angolul van, próbálom gyorsan lefordítani, hogy a nyugodt tenger nem fog valami szuper jó hajós kapitányt képezni senkiből. Vagy a terapi együttesnek az a száma, hogy happy people have no stories, egy picit más, de hogy nem kell szerintem nagyon félni ezektől a válságoktól. Hajlamosak vagyunk ilyen túlságosan pozitívan gondolkodni, és félni attól, hogy azt mondjuk, hogy bajban vagyunk, vagy valami rossz, vagy ne adj Isten szar, de hogy ahhoz kell egy bátorság, hogy kimondjuk azt, hogy figyelj, ez az élethelyzet, ez most már méltatlan, ez most már annyira szar, hogy ezt már nem bírom elviselni. Amíg ezt nem mondjuk ki, amíg nem mondjuk ki azt, hogy valami probléma van, arra biztos, hogy semmilyen megoldás nem fog születni. És nem azt akarom erősíteni, hogy csináljuk azt, amit minden magyar szeret csinálni, panaszkodjunk, de a változtatás azzal kezdődik szerintem, hogy kimondjuk, hogy baj van. Oké, mit csinálunk ezzel? De ez az eleje tök nehéz. Jó, már oxigén már fogy, nem tudom, kérdés van-e még? Imi? Lehet kérdezni, hogy a kiégéssel a podcasttel kapcsolatban? Nagyon örülnék neki. Kérdés volt először, és szeretném ott lenni. Köszönöm, Imi. Szerintem óriási dolog, hogy valaki elkezdett podcastet is.
Köszönöm. Boldog születésnapot. Köszönöm. Köszönöm. És hallgassatok Karizma podcastet, ahol Imi nagyon jó beszélgetéseket folytat. Jó, persze. Igen, Iminek is. Karizma podcast. De volt kérdés? Igen. Az elejéről lemaradtál. Tök jó, hogy ezt felteszed. Judit írásba feltett, és ha nem késtél volna el, akkor hallottad, van, hogy erre válaszol. Az a válaszom, hogy csak szeretném hasonlóképpen folytatni, hogyha hazaköltözünk, akkor bepróbálkoznék azért egy ilyen tilos rádióba, hogy legyenek élő betelefonások, hogyha meg az nem megy, akkor esetleg podcast felvételt hogy lehet úgy megoldani, hogy megvan adva, hogy mikor megy a felvétel, mondjuk a streameli élőben az ember, és akkor betelefonálgatnak, nem tudom. Tehát, hogy ez egy kicsit ez az interakció, meg ez a közösségépítés, ami ez nyilván ti kelletek, de ezt mondtam az elején is, hogy nélkületek tökön nincs értelme ennek az egésznek. Tehát, hogy lehet beszélni bele a nagyvilágba, de aki nincs, aki hallgatja, vagy reagál erre, akkor de ezt a podcasterként szerintem érted. Fú, nekem egy nagyon jó ötlet eszembe jutott. Nem mondom. Nem, csak most, hogy beszél, majd elmondom. Ezért hívtam meg a hívjuk, látod? Tényleg, na majd elmondom. Jó. Hát, lehet, hogy ez pénzbe előre fog nekem kerülni. Van-e még kérdés? Mert bocs, megismétlem csak a hallgatók majd, akik fáradok, de meg tudom összefoglalni. Az a kérdés, hogy a vendégeim, akik most itt ülnek mellettem, amikor szerepeltek a Haladnak a Coachban, és a család, barátok, nem tudom, kollégák meghallgatták ezt az adást, hogy a környezetetekben lévő emberek változtattak-e bármit a viselkedésükön, vagy a hozzáállásukon? Nagyjából ez volt a kérdés. Zseniális kérdés, mert azt gondolom, hogy ez volt a legérdekesebb számomra, miután kiment a podcast, hogy a környezet hogyan reagált erre. Egyrészt a munkahelyem és a volt kollégáim, másrészt a családom, barátaim, az ismerőseim. Alapvetően három tipikus reakció volt. Az egyik az, ami a leggyakoribb volt, hogy fogalmunk nem volt, hogy te miben vagy, és hogy mit éltél át. A másik az, hogy nagyon bátor vagyok. Bocs, csak itt egy idézetet, hogy nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Igen. Az, hogy igazából az volt ebben a fontos, hogy vagy én lepleztem annyira jól. Igen, én egyébként egy ugye vezető voltam, felső vezető voltam, ugye a felső vezetőtől sosem kérdezik meg, hogy van. És nyilván mindig a legszarabb napjaimon is magabiztos voltam, tudtam kommunikálni, összeszedett voltam, rendezett voltam. Egyrészt ez volt az érdekes, hogy valójában tényleg nem látszott ez rajtam, amit én egyébként nem nagyon tudok elhinni, mert hogy tényleg nagyon-nagyon rossz bőrben voltam. A másik az, hogy esetleg az környezet nem érzékeny erre. Nekem ez is egy nagy kérdés volt. És a második az, hogy nagyon bátor voltam, hogy erről beszéltem, és nagyon sokan rám írtak, hogy úristen, de jó, hogy erről beszéltél, mert én is ebben vagyok, és hogy erről sokkal többet kellene beszélni. És a harmadik az egy picit távolabb az adástól, hogy most, hogy van egy főállásom felső vezetőként, van egyébként egy saját cégem, amit szintén foglalkozom, és van egy egyesület. És az ebben dolgozó kollégák visszautalnak rá. Hogy ugye nem lesz még egyszer ilyen. Tehát, hogy oké, hogy ezt csinálod, meg hogy jól vagy,
de hogy ugye nem lesz ilyen. És én azt gondolom, hogy ebben most leginkább megint a férjemnek a visszajelzésére támaszkodom, aki azt mondja, hogy úgy érzi, hogy soha nem voltam ilyen jól, mint most. És én remélem azt, hogy ez így menni fog, és végig fogom tudni csinálni, és hogyha nem, akkor én így bízom benne, hogy a környezetem meg fogja adni azokat a visszajelzéseket, amit hogyha én nem veszem észre, hogy most elértem egy piros lámpát, akkor legalább a környezetem fog szólni, és én azt meg is fogom hallani. Az egyébként majdnem ugyanolyan fontos. És most ugye ez nyilván szarkaszmus, de hogy innen üdvözlöm azokat a vezetőket a hallgatók között, akik amikor valamelyik kollégájuk beosztottjuk láthatóan szenved, akkor még elkezdenek keménykedni, meg még behívják a HR-t, meg még felsorolják a stressz szintet. Tehát, hogy pontosan, nem a régi már. Pontosan azokra a munkahelyekre van szükségünk, ahol értjük ezt, hogy oda kell figyelnünk egymásra. És hogy akár milyen kemény melót sokkal kisebb stresszben el lehet végezni, hogyha tudjuk azt, hogy van egy védőháló, aki a főnökünk, a kollégáink, a csapatunk, a nem tudom kicsoda, és tudjuk, hogyha nekünk valami nem megy, akkor fogunk kapni segítséget. És hogy ez nagyon-nagyon fontos üzenet mindenkinek, hogy próbáljon olyan munkahelyet teremteni, ha főnök, ha nem, ahol ez a szellemiség van. Hogy odafigyelünk egymásra, figyelsz szarul, vagy figyelj meg hatana, hogy mamád, beteg a cicád, tudok-e segíteni valamiben? Egyszer nekem kell segíteni, egyszer én tudok segíteni, de hogy ez nagyon fontos. Ezt még annyit hadd tegyek hozzá, hogy azért a felső vezetőt is meg lehet néha kérdezni, hogy hogy van. Igen, de ennek annyira nincs kultúra, de ez tökény, mert rengeteg felső vezető egyéni kliensen van, akik abszolút, szeretnek. Abszolút, azt gondoljuk, hogy aki legfelül van, ott ezzel nem kell foglalkozni. Igen. Vagy hogy alulról ez nem jöhet, de hogy ne jöhetne? Igen. Volt valami kérdés, vagy komment? Kérdezi az egyik hallgató, aki a Lehi, hogy Anikó válaszolná-e őszintén, hogyha az egyik beosztatja megkérdezni, akár több szinten alatt, hogy hogy van, hogyha szarul van. Én rendkívül őszinte ember vagyok, úgyhogy igen. Én is. És szerintem nagyon fontos őszintén szólva, de ez nyilván egy másik téma, hogy attól még az ember, mert felső vezető, attól még ugyanolyan ember, és ugyanolyan közvetlen kapcsolatba kell kerülni a kollégákkal, akiket vezet, hogy az ő visszajelzésüket akár a munkájukra, akár a saját teljesítményükre, és ösztönözni kell a kollégákat, hogy a visszajelzés bármilyen a munkára, az ötletekre, meg egyébként a hogy létével kapcsolatban, az nem egy fölülről lefelé jölő dolog, hanem hogyha mi egy közösség vagyunk, és együtt dolgozunk valamiért, és hát nyilván valakinek ezt a feladatot is el kell látni, ez egy kölcsönös partnerség legyen, és visszafelé. És akkor is, hogyha hülyeséget mondok, vagy valami rossz ötletem volt, vagy valamit elrontottam, ez éppen ugyanolyan fontos, hogy ebben az esetben a kollégák azt mondják, hogy figyelj, szerintem ez így nem oké. És ugyanígy azt, hogyha mondjuk nincs egy jó pillanatom, vagy egy látszik, hogy valami baj van, akkor azt mondják, hogy figyelj, ezt látjuk rajtad, nézzük meg, hogy hogyan lehet ezen segíteni. Szerintem azért vannak ilyen vezetők, akik örülnek, hogyha kapnak visszajelzést, őszintén. Mondjuk ez azért kell egy ilyen speak up culture. Egy pszichológiai biztonság, amit meg kell. Ez itt a gyönyörű szép magyar valóságban, ez még nagyon, nagyon távol vagyunk ettől, de... Törekedni lehet rá? Én abszolút egyetértek, nálunk teljesen ez van, tehát nálunk nincs az, hogy valaki vezető, vagy beosztott, vagy... Tehát, hogy eleve ezek a matrix organizációk azért picit máshogyan működnek, de hogy nálunk például van kimondottan ilyen mentális egészségtréning felső vezetőknek, tehát hogy hogyan viselkedjenek meg, hogy miért fontos, meg hogy tőlük is megkérdezik, hogy hogy vannak. Szóval nagyon nem mindegy, hogy az ember hol dolgozik, de hát ez lenne a törekvés, hogy ez mindenhol így legyen. Szerintem az egy fontos vezetői viselkedés, ami nagyon hitelessé tudja tenni egyébként Abszolút. Az embert, amikor kiáll és azt mondja, hogy srácok, szarul vagyok, most ez történik velem, és légy szíves, legyetek türelmesek. Uh-huh.
én is megpróbálok az lenni, mert ez ad egy olyan példát egyébként a szervezetben mindenkinek, hogy ér szarul lenni, és az tök oké egyébként, hogyha szarul vagy, és mi itt vagyunk, és egyébként támogatunk, ahogy tudunk, vagy amit egyébként tavaly nekem, amikor voltak ezek az egészségügyi problémáim, én ezt teljesen kommunikáltam az embereimmel. Hát, még ha nem, mert simán tudtam volna, hogy ne lássák, főleg, hogy ugye mi remote-ból dolgozunk. És akkor így megosztottam információkat egyébként velük, hogy ez szar, hogy így van, hogy most ide, ilyen vizsgálat, olyan izé, és már az idegeimre mentek azzal, hogy állandóan kérdezgették, hogy mi van, jól vagy, hogy vagy, mit segítsünk, hát mit segítsünk Finnországban, könyörgöm. Tehát, hogy így, de hogy azért hál' Istennek erre is van példa, de ezt csak úgy lehet elérni, hogyha tényleg őszinte az ember. Tehát ez az őszinte kommunikáció, ez nagyon fontos, de azt is tudom képzelni, hogy egy csomó helyen úgy néznek rád, mint egy madárra, tehát egy ufóra, hogy mi van. Tehát, és azért ez itt Magyarországon, ha nem is a... Na jó, nem akarok bemenni, hogy most... Hát inkább ne csináljátok. Igen, inkább hagyjuk. Nem, szóval, hogy igen. Tehát csináljátok mindenképpen. Mindenkinek és főleg, hogy a saját céged van, ez szerintem meg egy óriási lehetőség, hogy adnak a 5-10-8, nem tudom hány embernek milyen kultúrát alakítasz ki. Ja, persze. Na figyeljetek, hogy elszívtuk szerintem az összes oxigént, vagy én legalábbis úgy érzem, hogy utolsó hallgatói kérdés még jöhet. Igen? Itt egy megvilágosodás van. De kötelező. Te nagy cégnél dolgozol? Most erre 50 fő fölött, vagy hogy van ez a szabály? Most amelyen EU-s jogszabály van. Mindenkinek kell foglalkozás egészségügyi. Nem 50 fő? Itt a szakember meg. És kellene, hogy legyen. Pszichoszociális kockázatértékelést kell készíteni egyébként. Lehet, de hogy alapvetően egyébként elég kevés, vagy hát igen, elég kevés helyen van az, hogy nem legalább egy ilyen nyomorult tesztet nem raknak az orrod elé. Nem tudom, hol dolgozol, vagy kis cégnél. Én alapvetően az egészségügy oldaláról annyit hadd mondjak, hogy fejletlen Magyarországon, nem csak az üzemorvosi foglalkozás egészségügy vizsgálatok, de akár a menedzser szűrés, prevenciós vizsgálatok esetében is fejletlen még az a mentális faktornak a felmérése és az erre való hatékony segítségnyújtás. Egyébként sok olyan menedzser szűrő program van, ahol csinálnak pszichológiai kérdőívet, ott meg az a helyzet, hogy ahol csinálnak, utána, hogy mi történik, mi a következő lépés, befűzik abban egy fejletlen. Körülbelül, igen. De ez nem csak nálunk fejletlen. Ez figyeltek ide, hogy fontos kimondani, ugye előbb mondtam, hogy mondjuk, hogyha probléma van, és hogyha rendszer szintű problémákat látunk, mint amit most a hallgató felvetett, hogy ezek a, nem tudom, kötelező munkai orvosi vizsgálatok mennyire nem foglalkoznak a mentális egészséggel, vagy mondjuk egy alvás higiéniával. De hogy amit szerintem sokkal hamarabb változást, pozitív változást el tudunk érni, az, hogy aki itt vezető, szerintem annak minimum kötelessége, hogy minden egyes nap tudjátok, hogy a ti csapatotokban dolgozó emberek hogy vannak. Tudjad, hogyha aznap szarul aludt. Tudjad, hogyha beteg a nagymamája, vagy mit tudom én. És ez igazából még remote-ba is egy chat, vagy egy 2 perc egy nap becsekkolni minden egyes beosztottadnál, hogy figyelj, hogy vagy. Hát szarul aludtam, oké. És amikor 5-5-ször mondja, akkor meg már lehet, hogy azt mondod, hogy figyelj, hív fel a üzemorvost, hogy menjél ide, vagy menjél oda. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a vezetőnek felelőssége, hogy tudja, hogy mint ember a beosztottja hogyan van. Nem tudom, aki ezzel egyetért, az tapsol hangosan. Maximálisan egyetértek, viszont azt gondolom, hogy a kérdés az rendkívül valid.
az egészségügyi ellátásba, de komplexen az egészségügyi ellátásba bele kellene kerülnie annak, hogy ez nem fizikai tünetgyógyításról szól, hanem valódi egészségügyről szól, amiben alapvetően az a cél, hogy a páciens ne is legyen beteg. Ebben nagyon fontos szerepe van az életmódnak, hogyha valami baja van, akkor az korán derüljön ki, ha valamilyen betegsége van, akkor pedig úgy menedzselje azt, hogy lehetőleg a gyógyulás irányába alakítsa át a saját életét. Maga az egész gondolkodás, hogy az egészségügy arról szól, hogy bajom van, elmegyek az orvoshoz, aki ezt megoldja, helytelen. Alapvetően az lenne a cél, hogy az egészséggel kapcsolatban az orvos és a páciens együtt dolgozzon azért, és mind a ketten lássák azt, hogy mi a feladatuk ebben, és mindenki tegye a saját dolgát. Borzasztó fontos lenne, az egészségügybe bekerülne az egészség és a mentális egészség. Gondolkoztam arról, hogy egy podcastet erről indítani, de nem most szivatlak, de tudom, hogy ez a témád, igen. És erről nagyon sokat tudunk beszélni. Én viszont azt mondom, hogy megköszönöm az aktív részvételeteket, nagyon megköszönöm a szuper vendégeknek a részvételét, és hogy az előzetes programban azt ígértem, hogy bárki random följöhet ide a színpadra, de kifutottunk az időből, meg tényleg az oxigénből. Viszont annyit kérek tőletek, hogy miután itt most elbúcsúzunk, ugye lehet maradni, iszogatni, beszélgetni, remélem, akinek van kedve ideje, az marad. A másik meg az, hogy akinek van kedve fölmondani az intrót, az mielőtt kimegy. Mi volt az? Nem maradtunk. Van kedve fölmondani a munkahelyén. Ja, azt holnap lehet. Szülés után. Igen. A szülés után holnap, de hogy aki meg az intrót szeretné felmondani, az mielőtt kimegy a bárhoz, vagy innen, a teremből, az kérem, hogy jöjjön ide a szuper mikrofonhoz, és akkor itt remélem sorok fognak kialakulni. Nagyon szépen köszönöm, tapsoljuk meg a vendégeket. Nagyon szépen köszönöm nektek, tapsoljuk meg titeket. És akkor... Szerintem még lesznek ilyen alkalmak, jó? Köszönöm, hogy jöttetek. Köszönjük. Kérlek, hogy a Spotify-on írjátok meg az adás alatt a véleményeteket a műsorról, és szavazzatok, hogy eljönnétek-e hasonló élő felvételekre Budapesten a jövőben, mert ebből szeretnék rendszert csinálni. Kedves hallgató, köszönöm, hogy itt vagy, remélem megérte végig maradnod. Ha tetszett az adás, akkor kérlek, most iratkozz fel azon a podcast lejátszón, ahol éppen hallgatsz. Adj 5 csillagot a Spotify-on és az Apple Podcasts-en, ahol szöveges értékelést is szívesen veszek, és a legfontosabb, hogy mesélj egy barátodnak a műsorról. Azt tudtad, hogy a garantált világ megváltás több helyen is elérhető? Iratkozz fel a hírlevelemre, amiből bepillantást nyerhetsz a podcast kulisszái mögé, és inspiráló gondolatokat, tartalmakat osztok meg veled heti rendszerességgel. Ez neked semmibe sem kerül, és bármikor leiratkozhatsz egy gombnyomással. Amennyiben szeretnél egyéni tanácsadásra jelentkezni hozzám, vagy valamelyik csoportos programomban részt venni, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. Több vállalatvezetővel dolgozom együtt, akiknek rendszeresen nyújtok hatékony támogatást a személyes és szakmai fejlődésükben. Az executive coaching fókuszában a vezető céljai és kihívásai állnak. Érzékenyítő és edukációs előadásokat tartok kis és nagy vállalatoknak a kiégés megelőzéséről, a mentális egészség fontosságáról és megőrzésének módjairól, diverzitásról, munkahelyi kultúráról, magyarul és angolul is. Employee Wellbeing szakértőként olyan céges workshopokat szervezek, ahol a csoportos coaching módszerét alkalmazva tudom elérni a pozitív hatást a csapat működésében. Ha szeretnél meghívni a cégedhez, akkor vedd fel velem a kapcsolatot a honlapomon keresztül. Keresd a Halottnak a Coach Podcast közösség csoportot a Facebookon, és csatlakozz a szuper kis közösségünkhöz. Fent vagyunk az Instagramon is, kövess be ott is. Az utolsó fontos info,
hogy reinkarnálódott a Bezzeg a Svédek című podcastem, ahol belehallgathatsz a személyes naplomba, filózhatsz velem az élet kis és nagy kérdésein. Ha van kedved és lehetőséged, akkor támogasd a munkámat havi egy kávé árával a Patreonon. Előre is köszönöm. Az összes említett hivatkozást megtalálod az adásnaplóban. Bán András voltam, a mi hamarabbi viszonthallásra.